Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárfi és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Szorító Podcast. Én a doktor vagyok, itt ül mellettem Bárfi, és dübörög a nyári vakáció, ahogy ezt észrevehettétek az epizódok hiányából is. Most viszont ismét friss tartalmat hozunk nektek. Így van, Kiga tapinget tartunk kétnaposat, és mindenféle jóságról fogunk nektek beszélni, akár extrában, akár rendes birkós podcastben. A mai adásra készültünk egy kicsit ilyen aktuálisabb témával, ami mondjuk úgy megvilágítja bizonyos észszerű ötletek megvalósítását a WWE szempontjából. Van meg... Vagy észszerűtlent. Igen. Éppenségem, olyan is van. Van, olyan is van. Van öt kiváló ötletünk erre a hétre is. Ezen kívül a doktor kitalált egy újabb kiváló szegmenset, ami egy Ask FM kérdés adta az ikletet. Nem, ez csak úgy magamtól rájöttem. Az lesz a lényeg, hogy ha önálló profi birkózó szervezetet indítanánk, és igazolhatnánk 7 birkózót a WWE-ből, akkor kiket választanánk. Ez lesz a mai adás fő témája, majd a jó ötlete után. Bárfi kicsit ki volt akadva rám, ugyanis mivel az én hibámból maradt el több podcast is, ezért úgy láttam jónak, hogyha nekiállok cikkdömpinget írni a pankráció.com-ra, így például az Extreme Rules-ról, aztán a WWE birkózók Raw és SmackDown ez évi teljesítményéről, és úgy gondolta, hogy ez kiváló szegmens lenne, de előtte. Így van, előtte a kiváló szegmensünket. Nye, ez van. Na. Viszont az Extreme Rules-nak ugye leírtam az öt sarokkövét, szerintem. Ahhoz a gálához neked van még valami hozzáfűzni valód? Amit így nem mondtunk el, vagy nem hívtam fel rá figyelmet? Kukázzuk már legalább a címbe azt, hogy Extreme Rules. Meg a kötelező továbbra is, ugye, amit minden egyes livestreamnél, meg minden egyes ilyen adásnál mondjuk, hogy a kötelező extreme bookingot hanyagoljuk már. De nagyon. Szóval nem kell stipuláció azért, csak hogy csináljunk valamit. Akkor kell, amikor a sztori megköveteli. Nem pedig csak úgy. Mert például az izénál volt értelme, a Strowman Owensnél ott volt értelme. De még több nem is volt a gálán. Ahol Strowman röhögött azon, hogy kikapott. Igen. Itt te nyertél. Kiesti. Én tudom, hogy mi legyen az új neve. Roman Rules. Roman Rules van. Igen, arról mindjárt beszélünk. Igazából a Pains Rules. Igen. Mert hát az van. Pár szóban erről ezt is megemlíthetjük, hogy kijött a WWE-nek a második negyedéves jelentése, amiből egyrészt kitűnik az, hogy még mindig rengeteg sokat költenek különféle dolgokra, viszont ugyanakkor rekordbevételt könyvelettek el, ugyanis 282 millió dollár folyt be a WWE-be 3 hónap leforgása alatt. Úgy, hogy ebben még nincs benne az új tévészerződés szerinti összeg, ami ugye tudjuk, hogy 4 évre, vagy 5 évre, ugye közel másfél milliárd dollár. A Roe. Az meg azt megké még plusz 1 milliárd dollár. Igen, 2,5 milliárd dollár 5 évre. Ezek a szerződések majd jövőre lépnek érvénybe. Az minden esetre megfigyelhető, hogy tényleg a menedzsmentnek is durva kompenzációt fizettek a stratégiai célok teljesüléséért. Azt is kiemelték, hogy a birkózóknak a fizetése egyre magasabb, nyilván azért is, mert többeket foglalkoztatnak, mások meg, mint Ziggler, ugye nagyon sok pénzt kaptak az új szerződésekért. Meg egy övet is. Ja. Viszont jó, nem volt annyira rossz az a meccs. Viszont a működési költségek levonása után még így is maradt belőle 21 millió dollár, ami duplája a tavaly ilyenkorinak, és a minden kiadást, adót, lófaszt leszállítva, még mindig maradt 10 millió dollár atomtiszta profit, ami szintén duplája a tavaly ilyenkorinak. Szóval 10 millió dollárt így hozzácsapunk a 170 milliós készpénztartalékhoz, ami van a WWE-nek. Eléggé durva. Igen. Na. Most a WWE jelenleg ebben a negyed évvel, amiben már benne van a Mária, vagy ebben még nem volt benne a Mária? Ebben benne volt, ebben meg a Saudi. Meg a Saudi. Szóval ebben a negyed évvel konkrétan 180 millióra növelte csak a készpénztartalék a számát, és ebben nincsen benne ugye a különböző értékek és egyéb dolgok. Gyakorlatilag, hogyha a WWE összes jelenlegi fennálló vagyonát nézzük, az emlékeim szerint egy 500 millió dollár fölötti tétel. Borzalmas.
Elképesztő. Így aztán Vince a magánvagyonából könnyen dobál 300 milliókat a focira. Igen, igen. Mert most még hozzáadottunk az első 200 millióból még 300-at. Szóval így Vince így 500 millióból próbálja elindítani az XFL-t. De nem megy el az Extreme Rules-ra, a TV-tapingekre, se a televíziós szerződéseknek a megtárgyalására, ugye, a jó öreg Vince. Vince ugye ott volt hétfőn a Raw-n, rettentően öregember Vince van. Nincs tévében, az a baj, igen, egyébként. És tényleg elképesztő, hogy ennyi pénzt lapátol be a vonat így a WWE csúcsú, ugye? És így tolhatsz a teherautó, és így leborítja a készpénzt, így... így van. Igen, hát ez szabályszerűen így történik, annak ellenére, hogy tényleg még a WWE működési költségei sem voltak soha ilyen drágák, de ugye, mint nagyon régóta tudjuk, pénzt csak pénzzel lehet csinálni hát továbbra is. Hát meg mellé soha nem volt ennyi birkózó foglalkoztató, még a Monday Night Wars-nak a csúcsán sem volt ennyi birkózó foglalkoztató a WWE-nél. Ezt nagyon jó, hogy említed, mert a jó ötlete rovatban ez is elő fog kerülni, úgyhogy szerintem lassan bele is vághatunk. A jó ötlet-e? Szerinted ez jó ötlet? Persze, hogy nem! De azért csináljuk! A WWE sokszor hoz egy kiváló döntést, és rettentően jó ötletnek tűnő dolgokat vezet be az adásaiba, ami később pedig úgy tűnik, hogy nem olyan jó ötlet, mint amikor ezt kigondolták, vagy ami papíron kinézett. Lásd Jinder bajnoki uralkodása, ami az első adásnál látszott, hogy rossz lesz. Igen, de azért fél évig próbálkoztak vele, aztán most meg annyira elengedték, hogy éppen valami zenmestert játszik. Igen. Jinder, ez nem működik. Ez nem működik. Ezt én nepáli nagymesterektől tanultam. Nagyon jó. Fönt a hegyen. Fönt a hegyen. Borzasztó. Borzasztó. Jinder cucca borzasztó. És akkor mellé tényleg így van még sok érdekes dolog, ami ezen a Raw-n történt. Meg az Smacken is. Viszont van, ami kivételesen jó döntés. És ezt nagyon gyorsan lezavarhatjuk a jó ötlete elején. Ugyanis Randy Orton visszatért, és minő meglepetés, heelként tért így vissza. Így van, Randy Orton visszatért heelként, és kitépi a fültágított Jeff Hardy. Az iszonyat undorító volt. Igen. És egyébként ettől az irától szokatlanul erőszakos. Igen, kifejezetten agresszív volt. Amikor így Hardynak elkezdett nyúlni a füle, és ott mutatták azt a csajt a közönségben, aki rettentően fájdalmas képet vágva a füléhez kapott, hát az... Ja. Az csúcs volt. Yikes. Na. Ez egy jó ötlet. Ez így... Sorry to approved. Köszi Randy, hogy lobbiztál érte. Így van. Általában Randy kibuliszta magának, hogy végre hill lehessen. És élvezi. Igen. Minő meglepetés, ugye tudjuk, hogy neki ez áll a legjobban. Next! Aki genetikailag egy pölcs, annak persze, hogy ez áll a legjobban. Persze, láttunk már ilyenre példát élőben is. Jó, akkor most fordítsunk egyet szépen a kockán, ugyanis a Raw eseményei után azt így láthattuk, hogy a SummerSlam-re bebukkoltuk a Brock Lesnar kontra Roman Reigns 56 milliómodik kiadását. Mely meccset feltetőleg Vince McMahon-on kívül senki nem akar látni az egész világon? Senki valószínűleg, tényleg, de senki nem. Istenem, legyünk túl rajta. Brock menjen el UFC-zni, Roman legyen bajnok, vagy ne legyen, mert akkor jöjjön a Strowman vagy Owens a táskával, oldják meg, csináljunk valamit, legyen túl rajta. Túlhúztuk már ezt a dolgot nagyon, már a Mániára kellett volna Romanra rakni az övet, ha nem a Románián, akkor már az araboknál rá kellett volna rakni az övet. És hagyni ezt a bohóckodást a fenébe, igen, mert ez senkinek nem lett jó. Ugye a helyzet az, hogy Lesnarral, bár mondjuk arra azért kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, hogyha ténylegesen megjelenik, mert ugye ilyenkor a közönségnek a pszichológiája szinte elég gyorsan át tud ugrani az egyik oldalról a másikba, de ugye például a múltkori Rón ment azért a kántálás, hogy vegyétek el tőle az övet, azt strip the title. De még hogyha az működött is, hogy Lesnarral szemben ellenszenved generálunk, ez nem fordult automatikusan jó indulatba Roman iránt. Szóval ez nem az a kategória továbbra sem, ami így... Egyébként a WWE nagyon gyönyörűen elért, amit akart, mert egyébként azt akarták, hogy meglegyen a valamilyen szintű utálat Lesnar felé. Azt gyönyörűen elérték. Azt elérték. Azt, hogy az ellenpólus nincs meg, bár ugye ott van 6 láb 10 magasan egy táskával, ugye, továbbra is, amit nem értek, hogy miért nem lehet elővenni, de tényleg valahogy ezt az egészet, az egész Mánia utáni Raw bookingot
felejtsük el tényleg abban, hogy a Lashley kísérlet besült úgy, ahogy van. Az a vicc, hogy mondjuk a Roman Lashley meccs még király volt az Extreme Rules-on. Igaz, ez volt szóval... a két szula, ugye? Puff. Ugye, de attól még nem volt rossz az a meccs. És tényleg az, hogy gyakorlatilag nulla reakciót kap a TNA-től visszaért barátunk, aki csinált az elmúlt pár évben egy nagy impactet továbbra is. És tényleg... De vicc az, hogy még az is ugye frissebb párosítás lenne, mint a Roman Lesnar, hogyha Lashley-t odaengednék, annyiban tehát egy jobb ötlet lett volna, csak ugye valószínűleg Lashley-re nem akarjuk rárakni az övet. Így mert van, mert nulla hiányoznak a reakciói. És egyébként a vicc az, hogy ezt a helyzetet még lehet tovább rontani, esetleg azzal, hogyha Roman valahogy legyőzi Lesnart, Strowman megtörnő rajta, hogy beváltja a táskát a friss bajnok Romanen. Bár az csak ilyen de facto turn lenni, mert a közönség szerintem kb. Szétszedni a brooklyni arénát, az biztos. Jó, hát az nyilvánvaló, csak igen. Értjük, hogy miről igen. Van szó. Hogyha úgy bukoljuk tovább Strowmant, hogy heel. A másik verzióval szintén vannak problémák, tehát az önmagában a következő bajnok szempontjából jobban venné ki magát, hogyha teszem azt... Lesnar legyőzi Reignst, és aztán Strowman kihívja Lesnart másnap a Raw-ra, vagy úgy, hogy akár Lesnar könnyedén győz a mérkőzésen, és egy friss Lesnart hív ki Strowman, tehát aki ne felejtjük birkózik korábban az estén szintén. Igen. Tehát az még egy jobb megoldás lett, csak azzal meg ugye az a probléma, hogy a távozó Lesnar akkor gyakorlatilag elássa Romant, amit nem hiszem, hogy hát, meg akarna valósítani igen. A WWE. Igen, valószínűleg azt nem. Ez egy ilyen nagyon-nagyon meh ötlet továbbra is, mert itt van az ideje már nagyon, hogy csináljunk valamit. Igazából attól függ az egész, hogy retrospektíven milyen ötlet lesz ez, ami hogy mi lesz a kimenetel, meg hogy lesz megcsinálva, hogy lesz megvalósítva az egész, mert egyébként nem tudok rá semmit mondani most, hogy ez most jó ötlete, vagy nem jó ötlete, vagy mi, mert egyszerűen annyira kényszerpályára bukoltam magát a WWE-vel, hogy egyszerűen ebből nincs másik alternatíva. Hát igen, ott van Owens, akivel szintén vannak bizonyos problémák, mint esetleges táskabeváltóval, szóval nagyon nem egyszerű helyzet ez, és igazából ezt a Lesnar Reignset jelen pillanatban úgy látom, hogy itt Roman erre a szerepre vagy a megfelelő ember nem a megfelelő időben, igen. Vagy már megfordítva a dolgot, lehet, hogy ez a megfelelő idő, de nem a megfelelő így ember. Van. Én továbbra is azt mondom, amit márciusban is kb. Mondtam nektek, hogy itt, vagyis nem is márciusban, itt a Money in the Bank után. Ugye fogjuk, Strowman előre bejelenti, hogy én most a SummerSlam-en akarom beváltani a táskát Lesnar ellen. Ez lett volna a legjobb megoldás, mert akkor ugye nem hílként váltja be a táskát, megvan a várakozás hozzá, megvan a megfelelő időpont, megvan a megfelelő ellenpél. Az egy jó megoldás lett volna. Nem pedig az, hogy most tényleg megkapjuk Roman hadjáratának 63. epizódját, és most már nem fog a közönség, még nem fog a közönség szállamból mögé állni, mint mondjuk azt pár esetben tette. Igen, ez egy ilyen szomszédok szintű teleregény lett, amilyen irányt vett a dolog. És azért még egy tényező, mert azért nem akarok elmenni. Tehát ugye lebukkolták ezt a Lesnar Reigns főmérkőzést, annak ellenére, hogy sejthető, hogy pláne Brooklynban erre milyen reakció azt fog érkezni. Viszont ugye pont az Extreme Rules mutatta meg azt, hogy igazából tök mindegy, igen. Hogy most Romant bukkolom-e a főmérkőzésbe vagy nem, mert ugye az Extreme Rules-on megcsináltuk azt, hogy a folyamatos Roman főmeccsek miatt picsogó smarkok megkapták az egyik kedvencüket, ugye Seth Rollinsot, meg azt a Zigglert, akinél évek óta picsogtak, hogy el van nyomva és nem kapja meg a lehetőséget, tessék birkózzatok 30 percet, és erre 5 perc után elkezdi a közönség szétrolkodni. Igen. Pittsburgh? Olyan szinten ott az ottani smarkok annyira tökönlődték magukat azzal a reakcióval, hogy valami elképesztő, mert gyakorlatilag ezzel a WWE önigazolást talált abban, hogy miért is szarhatjuk le simán, igen. Hogy ezek az emberek mire mit reagálnak. Tök mindegy, hogy mit csinálunk, mert az emberek úgyis le fogják szarni. Azért vicces tényleg ez a történet, mert ezek a smart rajongók mindig annyira büszkék arra, hogy jaj, hát mi tudatosan nézzük a terméket, és hogy minket nem lehet átverni ilyen pszichotrükkökkel. Ja, igen, hogyha tudatosan nézed a terméket, akkor fölméred azt, hogyha te nem akarod, hogy Roman main eventeljen, és helyette a kedvenceidet akarod ott látni, akkor nem cseszem szét a kedvenceimnek a mérkőzését 5 perc után, anélkül egyáltalán esélyt adnék nekik arra, igen. Hogy valami történetet elmeséljenek. Abszolút. Basszus! De nem, ez meg se fordult az ottaniak fejében. Egy faszi így a PV Insiderre konkrétan beküldött ugye egy ilyen cikket a Shearer, egy ilyen kérdés a Shearernek, hogy hát, jó, hát így visszanézve úgy tűnt, mintha hijackeltük volna ezt az egész mérkőzést, de hát én ott voltam, és hát mi nem akartunk semmi rosszat a birkózóknak, csak jól éreztük magunkat.
Oké. A birkózók nem érezték jól magukat tőle. Meg senki nem érezte jól magát tőle, aki azért ment oda, vagy azért kapcsolta be a tévét, mert a show érdekelte. És nem az, hogy hogyan ökörködik szét megint az egészet. Tehát az, hogy Romannek nem mutatnak tiszteletet, mert mit tudom én, elnyomjuk a tarkunkon gonosz vévje, gonosz vinc, az egy dolog. De a saját állítólagos kedvencének se adja meg a tiszteletet, akkor meg miért törődjön vele bárki? Szegény Szetet sajnálom itt az egészben, kb. A jövőbeni Pusának ez így konkrétan így elvágta az összes tartókötelét, amit lehetett, mert így hát akkor Szetre se reagálnak úgy, ahogy kell, akkor miért kezdjünk vele bármit is. Akkor nyugodtan mehet Roman a főmérkőzésbe, hogyha mindig ez van, akkor azt csináljuk, amit mi akarunk. Kész. Igen. Lehet, hogy az van benne, én biztos vagyok benne, hogy az a 4-4,5-6 órás PPV-k, amiket most kapunk, az túl sok. Biztos vagyok benne, egyszerűen az nem lehet, egyszerűen a modern időszakban egyszerűen nincs annyi figyelmi küszöbe senkinek, hogy ennyit végig üljön. Most gondoljatok bele, hogy egy élő eseményen... Kivétel a New Japan Markok, a Zomaga, igen, Okada meccseknél. De az egy másfajta birkózás, másfajta közönség. Meg konkrétan egy más műfaj, mert az... Már, gyakorlatilag más. Így van. Azzal, hogy itt tényleg beléptetéssel együtt, prisóval együtt, mindennel együtt ott kell lenni 6 órát, az nagyon sok. Igen, és ugye nem felejthetjük el, hogy az Iron Man mérkőzésnek, ezt leírtam, hogy a pankráció.com-ra, megvan az a fajta pszichológiája, hogy az ember tudja, hogy ha a fene teszik is, akkor azt a fél órát végig kell ülnie. Igen. És ilyenkor tényleg néha én is vagyok így vele, hogy folyamatosan megy a számláló, és így vánszorognak a másodpercek visszafele. Akkor is, hogy egyébként kurva jó az akció a ringben. Tehát teljesen más az, hogy mit tudom én, ugye Nitro meg Jokic cakra 3 órában lehozzák, a 3 óra végére lehozzák a meccsüket, míg ez, hogy itt már a 3 óra csak a főműsorról eltelt, amikor egyáltalán elkezdték Rollinsék. Igen, amikor elkezdték. Egy Midcard övért teszem hozzá. Szóval persze valahol érthető, hogy a közönség fáradt volt, meg nyűgös, meg minden, csak megint sikerült tökön szúrni magunkat ezzel. Akkor legalább maradtál volna csöndben, tudod? Igen, legalább. Na jó. Next van. Amiről nem maradnak csöndben, hanem orbaszájba hype-olják tökéletesen érthető módon, az a hétnek a másik nagy bejelentése, miszerint október végén a Nassau Coliseumban érkezik a WWE történetének első All Women PPV-je, amin ugye csak női birkózók vesznek részt, méghozzá több mint 50, és olyan korábbi neveket is hirdetnek rá, ki tudja milyen minőségben egyelőre, mint Trish Stratus, Lita, vagy éppen Beth Phoenix. Egy probléma. De az előzőre egyébként azt mondtam, hogy rossz ötlet. Egy problémám van ezzel, a hétfői Raw backstage szegmenseiben, amikor mindenkinek a szájába ezt adjuk. Smacken is ez volt. Én meg a Smacken is. Eléggé az a tökéletes angol kifejezés, a cringe-worthy, ugye a kifejezés festi le, hogy gondolom ezt kb. Azt a reklámot. Nagyon jó dolog, nagyon jó kezdeményezés. Tudjátok, hogy mi hogy gondolkodunk ezekkel a dolgokról. Csak tényleg az a kínos szintű önreklám, ami ment a Rome meg a SmackDown, az egy kicsit úgy necces. De tényleg ez lesz az igazi fokmérője az egész Woman Evolutionnek, amit a WWE lenyomott az elmúlt 3 évben, 4 évben most már. Ez lesz gyakorlatilag a csúcspontja is, legalábbis úgy, nem az a WrestleMania főmeccs lesz, ha megkapják a csajok, az lesz a csúcspontja. De tényleg ez lesz az, ami leméri azt a WWE számára matematikailag és statisztikailag, hogy a csajok önmagukban képesek-e olyan szintű közönséget vonzani, hogy esetleg meg lehetne azt kockáztatni, hogy saját műsorba eltolni a csajokat. Igazság szerint igen, ez az egyik fele a dolognak, hiszen azért a WWE-nek rendelkezésére állnak olyan módszerek, akár a negyedórás nézettségek ugye a televízióban, akár a YouTube meg e-féle megtekintések száma, ami alapján kapnak egy képet arról, hogy mennyien nézik a női szegmenseket, viszont nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy például a televízióban ezek be vannak ékelve más szegmensek közé. Tehát most, hogy az ember azért nem kapcsol el róla, mert érdekli, vagy azért nem kapcsol el róla, mert az érdekli, ami majd utána következik, ezeket azért nehezebb megjósolni, és itt tisztán érthetően lehet majd látni, hogy meg tudják-e tölteni a Nassau Coliseumot,
számot, hogy mekkora erre a tényleges kereslet, hogy milyen reakció fog érkezni rá, akár az élő közönségtől, akár a kritika részéről. És ugye PR szempontból se utolsó, hiszen erősen ellensúlyozza mondjuk a szaudi dolgokat. Kifejezetten, igen. Viszont az tény, hogy kicsit korábban agyaltam rajta, hogy jó ötlet-e, ha már úgyis a szegmensünk neve, félre, vagy szétválasztani a női mezőnyt ilyen módon a férfi mezőnytől, mert bizonyos értelemben kontraproduktív. Én azt tartanám üdvözítőnek, hogyha tényleg koedukált maradna teljesen a műsor, és azon belül próbálnának meg érvényesülni, viszont ennek a másik oldala meg az, hogy rengeteg talent van a rosteren. Igen. Tehát egész egyszerűen hiába van a női evolúció, hiába van az, hogy tényleg sokkal több műsoridőt kapnak, még így is egyre többen vesznek el ebben a mezőnyben, mert egyszerűen tényleg nincs idő arra, hogy minden arra érdemes embert bezsuppoljunk a műsorba, és pláne értelmes helyre zsuppoljuk be a műsorba. Simán lehetom képzelni, hogy mely a poltolózás a USA Network-től, hogy nem akartok csinálni nekünk még egy műsort úgy szerda estére? És akkor így, hát akkor próbáljunk valamit kitalálni, mert gondoltok bele, hogy tényleg a WWE olyan szintű expanziót csinál az elmúlt időben. Megint, végre, visszatért arra, amit előbb beszéltünk, hogy jön az NXT-nek a UK verziója. Jön a... Most volt az első taping a hétvégén. Igen, tegnap vagy tegnap, ugye. Ott van ugye a sima NXT, ott van a 205 live, ami elkezdett működni valamennyire Hunter bukolása alatt. Ott van a SmackDown, ott van a Raw. És akkor mellé ott vannak tényleg a periodikus események, ugye akár a PPV-k, akár a különböző tornák, amiket lebonyolítanak, akár bármi. Most így elkezdték aktívan tolni a nagy nemzetközi eseményeket. Így van, azokat is fölrakjuk a networkre. Itt simán belefér az, hogy most csinálunk egy olyan cuccot, mint csak a zsagok. Főleg ugye a Glow-nak ugye a hihetetlen népszerűség a Netflixen, igen. Ugye ami ugye a női wrestling szervezet. Gorgeous Ladies of Wrestling. Ugye, 80-as évekbeli próbálkozását. Mutatja be gyakorlatilag dramatizálva. Igen. Aminek ugye Chavo Guerrero a fő in-ring koordinátora. Ugye? Chavo! Nekem ugye ez jutott eszembe egyből, amikor ezt így megtudtam. És tényleg szóval, hogy ha ez így mondjuk megfelelő számokathoz simáltam képzelni, hogy ebbe a lépés, ebbe az irányba lépked el, hogy akkor csinálunk női adást. Én abszolút szurkolok nekik, ne felejtsük el, az év korábbi részében mi bukkoltunk már egy fantáziabukkos női PPV adást, vagy elő is veszem valamikor, hogy mit is raktunk oda össze, de hát a talent az abszolút ott van. Tehát ki tudják tölteni azt a 3 órás műsoridőt, úgyhogy alapvetően még színvonalas is legyen. Igazából abban biztos vagyok, hogy az a PPV színvonalas lesz. A kérdés az sokkal inkább az, hogy a PPV előtt és a PPV után a női mezőnnyel mit kezdünk, mert ott láthatjuk azt, és ugye ezt is leírtam a pankráció.com-ra, hogy ott nagyon nagy inkonzisztenciák vannak abban, ahogy a női mezőnyt bukkoljuk. Tehát egyfelől igen, ott van a Ronda, Lexa és Naya, akiknek a kezében minden aranyjá változik, igen, aztán meg ott van Sasha meg Bailey, akiknél már senki nem érti szerintem, hogy mi a szitu. Meg hogy mit akarunk abba kihozni? Persze. Tényleg egy kicsit fura így most a csajok helyzete, meg főleg úgy most a Charlotte ugye, hogy kicsit úgy fölraktuk a polcra egy picit, mert lábadozik. Igen, hát meg pihenni egy picit. Most az pont jól jött egyébként, de mindenki ilyen szempontból, hogy most Charlotte-ot el lehet küldeni pihenni. Pont ebben a nyári uborka szezonban. Igen, igen. Becky meg él egyébként a lehetőségével közben abszolút. Lehet, hogy mondjuk inkább Becky raknám rá az övet Carmelláról, mint mondjuk izére. Az nem ártana. Mert egyébként karakterdinamika szempontjából is, meg történetvezetés szempontjából is szerintem az, hogy mondjam, jobb fit, mint az, hogy most Aszkára rakjuk rá az övet. Hát Aszkár elvesztette gyakorlatilag most azt az esélyt, ő megy a sor végére, Beckyt viszont sikerült visszaépíteni. Nagyon jól. Mese között, hogy Risten van a bugyában, ez gondolom az abszem van a seggemben, másik megfelelője. Na jó, hagyjuk az ilyeneket. Szóval össze lehet rakni tényleg ezt a kártot, úgyhogy ez király legyen, és mindent mérlegre téve azt gondolom ez egy jó ötlet. Inkább. Igen, abszolút jó ötlet. És Hunter meg elbőgi magát, miközben bejelenti. Igen, miközben bejelenti, ja. Papa H-nek a munkája így beírik. Beírik, abszolút ez rendbe raktuk a női divíziót. Jó, említettük ugye azt, hogy tényleg hatalmas expanzióval, rengeteg birkózót foglalkoztatnak, és ez viszont egy ászkos kérdésnek igen, a témája látom, volt olvastam. Néhány héttel ezelőtt, hogy megkérdezték tőlem, hogy ha ki kéne rúgnom 5 embert a WWE-ből, akkor kit rúgnék ki.
azt mondtam, hogy alapvetően, hogyha tudom őket bármilyen pozícióba használni, akkor senkit. És a WWE-nek is egyre inkább, mint hogyha ez lenne a modellje. Igen. Jó-e az, hogy gyakorlatilag megszűntek a fekete péntekek, és nem rúgnak ki senkit a mezőnyből, hanem a rossz teren tartják, akkor is, hogyha igazából különösebben nem csinál semmit az adásokban. Olyan szempontból érdekes, mert ugye, ha mondjuk, hogy hívjákból közelítünk, management szempontból közelítjük a dolgot, elég érdekes modell. Nem megy a hangom közben. Mert nekünk ugye azt tanították, hogy egy minimális szintű fluktuáció kell a szervezeten belül, mert ugye az új ötletek és az új impulzusok kellenek a szervezethez, hogy nyerő maradjon. Na most, arról nekünk soha nem szóltak semmit, hogy mi van akkor, hogyha nem kirúgunk valakit, hanem folyamatosan töltjük fel a szervezetet. Mert a WWE gyakorlatilag ezt csinálja most az elmúlt másfél évben, mert nem tudom, mikor volt az utolsó nagy kirúgás hullám. Igazából tényleg, tehát az elmúlt egy-két évben igen, már abszolút azt látjuk, hogy négy okból távoznak az emberek a szervezettől. Vannak, akik saját maguk kérik, igen, hogy máshol mehessenek, mint például ugye Cody. Vannak azok, akik így felhagynak a birkózással, szakmát váltanak, igen, vagy bármi, tehát ilyen például ugye Barrett, aki távozott. Aki most éppen a World of Sports-nak a ilyen general manager vagy Eva Marie, vagy még igen, többen, akik így másfelé mentek. Vannak azok, akik tényleg ilyen nagyon alacsony szinten váltak létszám fölötti vételt, például az NXT-nek a női Loar midcardjából kiraktak pár tavalyi mélyen klasszikust, vagy olyat, aki már oda a férfi Loar midcardba tag divízióban se fért bele. Igen. És a leggyakoribb az igazából most már az, hogy csak akkor rúgnak ki, ha valami fegyelmi gubanc van veled. Lásd ugye Enzo, lásd Cass, lásd Rich Swan, vagy korábban Emma-val kapcsolatban is ilyeneket igen, rebesgettek, szóval gyakorlatilag ez vezet ahhoz, hogy valakit távoztatnak. Őszintén nem tudom, hogy jó-e. Valamilyen szinten ez annak is köszönhető, hogy szerintem nincs második számú szereplő a piacon komolyabban. Mm. Mert azért pár évvel ezelőtt, amikor még a TNA fizetett. Igen, ezt akartam kihozni valahogy finoman, hogy még a fizetései, ha nem is megközelítették a WWE szintet, de megélhetést biztosítottak stabilan, úgyhogy nem kell semmi más csinálni, mondjuk indizni mellé, vagy bármi ilyesmit, akkor szerintem belül is megvolt az a motiváció, hogy jó, hát ha nem kell itt, akkor elmegyek a TNA-be, ott mondjuk toppars leszek, vagy valami. Azért az nem mindenkinek vonzó, amit mondjuk az indiben kell csinálni, hogy saját magadat kell úgy menedzselni, hogy te vonzó legyél a szervezetek meg akarjanak szerezni maguknak, le akarjanak bukolni az eseményükre, és amellé még ugye ugyanúgy kell utaznod, meg stb. Csinálni, mint a WWE-vel. Igen, hát ebből a szempontból, amíg a Panda Energy, tehát Dixie Carternek a szülei igen, hajlandóak voltak tejelni, az egy más szituációt teremtett, mert a TNA kényelmes alternatíva volt, kicsit úgy, mint a hétfő esti háborúk előtti WCW, van, mert igen, ugye gyakorlatilag Orlandóban voltak mindig a tépingek, nem kellett rengeteget utaznod, le tudtál telepedni a családoddal, és ha nem voltál nagyon alacsony arc, akkor elég tűretően meg is fizettek. Na most ugye ez azért már jó ideje nincsen. És most már az sincs meg, mint régen, ugye régen, amikor a New Japan fogta és a WWE Rejectekből előszeretettel csinált azért nagy arcot. Albert. Igen, például ugye Albert. Szóval most már az sincs meg, hogy mondjuk elmegyünk Japánba és megszerjük magunkat, mint a szemét, mert ugye Japánba is most már azért inkább a talent management cucc megy, és fölépítünk mindenkit úgy, hogy igen. Gyakorlatilag a semmiből építünk fel egy-két ember, kivéve mondjuk olyan legendának számít a neveket, mint mondjuk Jericho, vagy... Igen, de ugye Jericho is a WWE-n kívül saját magát menedzseri abszolút. Igen. Ugyanúgy a zenekarjával, mint a birkózó karrierjével. Tehát igazából a WWE-n kívüli világban abszolút az önmenedzselés, ahogy igen, te is mondtad, igen, lépett az első helyre, és azok vannak a WWE-n kívüli mezőn csúcsán, akik ezt kiválóan művelik, mint például Cody és a Young Bucks. Így van. Cody a legjobb példa erre. Cody gyakorlatilag fölépítette az egész American Nightmare brandet igen, az elmúlt másfél-két évben, amit kirúgták, vagyis hát közös megegyezésre szerződésre bontottunk, és Cody azóta tényleg oda megy, és azt csinál, amit akar, mert van egy olyan brandje, amit mindenhova le akarnak igazolni. És ugye a Bucksékról tudjátok, mi a véleményünk, de ezt alapvetően ők is profi szinten művelik. A Bucks abban nagyon jó, hogy gyakorlatilag fölépítették egy olyan imást, hogy ők az abszolút anti-WWE. Igen. Pont. És azt üzletileg el kell ismerni, hogy a Bucks az nagyon jól csinálja. Nem véletlenül él meg a Bucks az indie-ből nagyon komoly szinten. Colt Cabana nyilatkozott pont a napokban, hogy halálosan utál a Young Bucks-szal autogramosztásra menni, mert mindenki leszarja őt. Mindenki így elmegy előttem, én meg bánatosan nézek utána. Szegény Cabana.
Viszont ugye Ortonnak volt most ez az anti-indie promója a SmackDown-on, és utána Cody-t szekálták Twitteren, hogy figyelj, mondjál már valamit Randy-re, légy szíves. És erre Cody így visszaírt, hogy hülye vagy? Randy felőlem akár izének, patkányürüléknek is nevezhet engem, rengeteget tanultam tőle a birkóról, és mindent, amit az utazásról tudok, azt tőle tanultam. Randy aztán, ugye ő aztán egy percet nem indizett soha, szóval ő tényleg azért... Én fel is hívtam a figyelmet, igen. Igen. Jó, Randy. Igen, érdekes nagyon ez az egész szituáció, de ugye amit nem szabad elfelejtenünk, az az, hogy vannak arra utaló jelek, főleg a Triple H féle vonalat követve, hogy a WWE minthogyha valamiféle életpálya modellt szeretne adni a birkózóknak. Igen. Ugye most megcsinálták a Performance Centernek a saját weboldalát, ami nagyon jó. Szuper. Igen. És ott olyasmit próbálnak kínálni, hogy tényleg a kezdetektől fogva fölkarolni a fiatal előadókat, egy egyenes utat adni nekik a WWE-be, és mint látjuk, egyre kevésbé akarják elengedni az emberek kezét, amikor már így a ringbeli pályafutásuk véget ér, ha csak nem egy pöcsről van szó, akit nem bírnak elviselni. Ami nagyon durva, ugye, hogy ezzel, amit így most nagyon nyom a WWE, megnyitja a lehetőséget azt, hogy a nagyon komoly, nem jó komoly szó, inkább úgy mondom, hogy a nagy major sportokból kimaradók nagy százaléka választhatja például a WWE. Szóval például, aki nem jut be az NFL, NBA, stb. Draftjára, vagy mondjuk ugye nem kell el a drafton, és mondjuk nem talál magának csapatot a nyári időszakban, aznak ott van a Performance Center, mint mondjuk egyenes ág a WWE-be. És egyébként egy valamit ne felejtsünk el. Tehát az egy dolog egyébként, hogy a férfi sportolóknak is tényleg most már ott van kezdettől fogva a releváns alternatívaként a WWE. Na de gondoljunk bele abba, hogy a női franchise sportok mennyivel a férfi franchise Igen. sportok alatt vannak az Egyesült Államokban, és gyakorlatilag semmi nem kínál nem. olyan perspektívát a főiskoláról, egyetemről kikerülő női atlétáknak, mint amit a WWE Igen. kínál jelenleg a női birkózás reneszánszával. Abszolút. Mert ugye a WNBA az folyamatosan küzdik, a többi pedig még meg se közelíti a szintjét. Nem, abszolút nem. Tényleg ez egy olyan lépés lehet, ami így... Nem tudom, hogy mennyit fog bevonzani, mert néha mi is azért tévedünk, de szerintem abszolút ez az, hogy elkezdik gyakorlatilag valós alternatívájaként bemutatni a Performance Centert a major sportokhoz, és a fizetés abszolút egyébként ott van, mert azért, ha nem kerülsz be az NFL-be, azért nem keresel milliókat. Szóval elmész Kanadába focizni, elmész, hogy hívják be a amerikai ligába kosarazni, ugye, ami a második vonalas liga, meg ilyenek, meg mondjuk elmész a G-League-be kosárlabdázni, az azért nem ugyanaz a pénz, mint mondjuk, amit a WWE Developmental díja ad, ami ugye, jól emlékszem, 45 000, bár lehet, hogy most felemelték azt is. És ugye azt se felejtsük el, amit korábban mondtunk, hogy a WWE-hez tényleg mennyi rengeteg pénz folyik be, és még mennyi fog a különböző tévészerződésekből, meg mindenben együtt. Tehát gyakorlatilag a WWE most már megengedheti magának azt, hogy a úgymond a fizetési költségek emelkedjenek a cégen belül, mert a befolyó bevétel ezt tökéletesen ellensúlyozza. Tehát hiába magasak a kiadások, megvan többszörösen a fedezetük. Igen. Ugyanúgy, ahogy megengedhetik maguknak, hogy alkalmasint a Performance Center és az NXT veszteségesen működjön, mert aztán többszörösen visszahozza neki később a termék szempontjából azt a hasznot. Ugyanígy látszik, hogy a birkózókat is azért megtarthatjuk, tehát nem kell csak azért kirúgnunk, hogy spóroljuk rajtuk, hanem megkereshetjük azt, hogy én hol tudom ezt az embert milyen munkakörben hasznosítani. Lásd Otunga. Egyébként Otunga erre a legjobb példa. Hogy évek óta nem birkózik, egy percet nem. És ott van... elemzőként, nagykövetként, Igen. minden szarként. Mert tudja képviselni Persze. a céget, tehát Igen. neki megvan hozzá a gúgyia, a végzettsége, az esze, a kapcsolatai, Igen. és a WWE tudja hasznosítani őt. Nagyon sok helyen tényleg az, hogy a Performance Centerben, a képzésben, a talent scoutingban tudunk alkalmazni birkózókat, és ugye azért a house show mezőnyre meg kell az ember, akit oda tudunk tenni. De a nagyköveti szerepek is tényleg nagyon Igen. futnak, és a WWE eljutott oda, hogy megengedheti magának. Persze. És aztán ott van Primo meg Epico, akiknek valószínűleg az apja, nagybátyja, nagyapja tudja, hogy hova eltemetve rengeteg hulla. Valami ilyesmi, igen.
Soha nem tudjuk meg, hogy ők miért vannak még mindig ott. Kolón családból is Carlito volt az egyetlen, aki ki tudta rugatni magát. Igen, de ő azért, ő is, mert egy pöcs volt. És ő is 2 évig próbálkozott vele, mint megunták. Megunták. Jó. Szóval akkor igazából mit mondunk erre? Jó vagy rossz ötlet? Szerintem abszolút egyébként jó ötlet olyan szempontból, hogy WWE sokszor vádolták avval, hogy embertelen, igen, és megrágja, kiköpi, és utána magára adja a birkózóit. Na, ez abszolút nem így van. Gondoltok bele tényleg abba, hogy mondjuk a veterányaikat hogy kezelik. Mark Henryt nem basszák ki, és hagyják magára, hanem tényleg nagykövetként ott szerepel. Gyakorlatilag a visszavonás után azonnal beavatjuk a Hall of Fame-be. Vagy az egyik legjobb aktuális példa, Page, aki igen, egy éven keresztül csak a botrányaival hívta föl magára a figyelmet, aztán 2 hónap után, miután visszajött, véget ért a pályafutása. Igen. Ott megkapta a szerepet a tévében, és azóta is ott van Jeff Jarrett, akivel konkrétan olyan szinten váltak el a 90-es években, hogy nem is beszéltek évtizedekig, majd megcsinálta a legnagyobb rivális szervezetét a 2000-es években a WWE-nek, és mégis ott van a Hall of Fame-ben, mégis fizették a nem tudom hány elvonóját. Szóval abszolút, a WWE humánosabb irányt vett az elmúlt, ez egy nagyon jó igen, oldalak. Tehát a birkózók szempontjából, főleg igen, a WWE-nek ez a humán politikai vonala, ez igen, most igen, egyetemi és ahhoz, és tényleg ne abból indítok ki, amikor valaki olyan körülmények között távozik, hogy ő volt valószínűleg a hibás, mert ő állandóan picsogni fog. Mert azért Cody egy büdös szót nem szólt soha. Nem, Cody elmondta, hogy mivel volt problémája, igen, és miért gondolta úgy, hogy tovább kell lépnie, és ennyi volt. Igen. És azóta se köpköd vissza a WWE-re. Míg más, ugye, igen. De egyébként még Berettől se hallottam semmi köpködést. Pedig azért ők sem éppen a legszívderítő elválásban voltak részük. Ja. Na mindegy. Na jó. Hát ha már szívderítő. Az utolsó témánk az pont nem az a igen, feltétlenül szívderítő kategória, de mindenképpen muszáj megemlíteni, hiszen VR-t kavaró esemény volt. Ugye az Extreme Rules napján bejelentették azt, hogy Hulk Hogan-t a pár évvel ezelőtti botránya után visszaveszik a WWE Hall of Fame-be. Maga Hogan ott is volt egyébként az adás igen, helyszínén, és beszélt az egész öltözőnek, ahol állítólag elnézést kért. Mások ezt nem értékelték elnézéskérésnek, de szóval a lényeg az, hogy Hogan újra a Hall of Fame-ben van, jó ötlete ez. Úgyhogy gyakorlatilag amilyen hangulat van az Egyesült Államokban, meg úgyhogy mondjuk azért Hogan kiárta itt mindent, amire el tudtok képzelni egyébként. Az amerikaiaknál azért az eléggé nagy port kavart, szóval tényleg ott azért ez nagy botrány volt. Úgy, hogy mondjuk finoman akarok fogalmazni, hogy azért annyira nagyon nyilvános bocsánatkérés nem nagyon volt ebből. Azért necces ez a lépés. Azért én úgy gondolom, hogy mivel nem jött rá backlash, igen, én azt gondolom, jó hogy... Én azt gondolom, figyelj, én eleve azt gondolom, hogy igazából ez egy jó ötlet. Tehát amikor már maga az egész balhé megtörtént, akkor is elmondtuk a nézőknek, hogy a WWE-nek ebben igen, a szituációban nem volt választása. Nem. Tehát az Amerikában uralkodó társadalmi viták, igen, feszültségek, problémák közepette, igazából a WWE védte a saját segít persze, azzal, hogy Hogant eltávolították onnan, és... egyszerűen kivédték azt a shitstormot, ami érte volna őket. Most Hogan így az elmúlt években próbálkozott úgymond javítani valamit az imázsán, főleg miután ugye megnyerte a pert a Goker ellen, és bizonyára a WWE úgy ítélte meg, hogy most már különösebb PR kockázat nélkül őt rehabilitálni lehet ebben az értelemben, és végül is, hogyha azt nézzük, igazuk volt, mert nem érkezett nem, rá. Komolyabb reakció nem érkezett. Komolyabb reakció. Ugye Tituszék nyilvánultak meg úgy, például Titus konkrétan azt mondta meg a New Day is, ami hasonlót mondott, hogy a Hall of Fame-be való visszavételét támogatják Hogannek, a bocsánatkérését azt így eleresztik, mert ugye Hogan igazából nem a mondottak miatt mentegetőzött, hanem azzal mentegetőzött, hogy őt nem tudta, hogy felveszik, hogy felveszik, amire ugye jogerős bíróság ítélete van, hogy illegálisan történt így a van, felvétel is maga is, meg a publikálása így is. Van. Az a baj, gyerekek, hogy ebben nem lehet igazságot nem, tenni. Tehát itt tényleg két olyan oldal feszül egymásnak, az egyik ez a kicsit ez a social justice warrior oldal, a másik pedig ennek pont az ellentéte, akit mindennapokban eléggé fröcsögő, gyűlölködő módon látunk a társadalomban megnyilvánulni. Nem lehet egyszerűen ebbe az egész szituban igazságot tenni, és most Tituséknak a megnyilvánulásait is ezt így kell kezelni, mert
Hogyha Titusék most azt mondják, hogy 100%-ig támogatják a WWE lépését, akkor elkezdik őket a WWE-n kívülről támadni. Igen, igen, abszolút. Ugyanazok, akik mondjuk Hogant a mai napig támadják a megnyilvánulásai miatt, ha meg azt mondják, hogy hát ez egy kibaszott szar lépés volt, és fúj, és fúj Hogan, meg fúj WWE, akkor meg a cégen belülről éri őket. Backlash, igen. Backlash. Ez a baj, hogy itt nem lehet az őszintét meg az igazságot keresni, itt minden oldalról különböző érdekek vannak. És ezek között ellavírozni ebben a világban borzasztóan nehéz. Meglátjuk, hogy mi lesz egyébként. Nem tudom, hogy mikor lehet az első tévés fellépés Hogan számára. Fokozatosan valószínűleg. Én is azt gondolom, hogy először mondjuk valami Table for Free-be fogjuk felrakni a networkre, vagy csinálunk belőle mondjuk 24-et, vagy valami ilyesmit. Mondjuk például ebből ugye, hogy Hogan újra itt van a Raw-n két év után, abból csinálunk 24-et, vagy valami ilyesmit. Nagyon nehéz tudsz, mert ugye például tényleg van egy enyhe birkós vonatkozása annak, hogy ugye a Galaxis őrzőinek a rendezőjét most baszta ki a Disney, mert nem tudom, x évvel ezelőtt eléggé ízléstelen vicceket pakolt ki sorozatban a Twitterre, és azt valami idióta... Megkereste, igen. Nem akarom elképzelni ezért azoknak az embereknek a lelki világát, igen, akik 10 évvel korábbi tweetekben vájkálnak azért, hogy kibasszanak valakivel. Szóval ez így egy fura dolog. Igen, egy kicsit ilyen... Yeah. Meg ugye a társadalmi dolgok is így furák. Tehát ugye ott van egyfelől Booker T, aki börtönben ült fegyveres rablás miatt, most Houston polgármesteri címért akar indulni, és igazából a legtöbb ember számára ez egy nagyon pozitív példa, hogy rakta össze az életét. Számomra is az. Tehát szerintem is az, hogy Booker T ebből ki tudott jönni, megbecsült veterán a bizniszben, a Hall of Famer, és most alkalmasint politikai pályára lépne, király. Viszont ugyanakkor ennek meg az a másik oldala, hogy történik valami, mint Hogannél, vagy annál a rendezőnél, és akkor gyakorlatilag az emberek elvárják azt, ugyanazok az emberek, akik mondjuk Bookert méltatják, hogy életfogytig tartó kanossza járást folytassanak, azért, mert ízléstelen vicceik vannak, amiket publikálnak a közösségi médiában, vagy azért, mert mit tudom én, privátban mondtak valamit, ami vállalhatatlan. Mutass egy embert, aki nem mondott privátban soha olyat, ami vállalhatatlan lenne. Igazából a kettős mérce zavar, tehát az, hogy Bookerrel mi történik, az teljesen oké, csak szerintem akkor ugyanezt a mércét kéne alkalmazni mondjuk az olyan esetekre is, mint a Hogané. De mindegy. Azt nagyon régóta tudjuk, hogyha bármi oknál fogva fröcsödni kell egymásra, abban az emberiség verhetetlen, mindig megtalálja a lehetőséget rá. De inkább pozitívan látom, hogy visszakerült, pláne azért, mert ugye üzleti backlash sem jön. De egyébként történelmi szempontból ez tipikusan egyébként megint a WWE és Hogan kapcsolata, mert ez az állandó love-hate relationship, amiben vannak, hogy de már nem csak az, hogy de tényleg nem csak a fiatal Vince-el, már az öreg Vince-el is, ugye tényleg, hogy a biznisz nagy jövője alakját látjuk benne, elmegy akar menni Hogan forgatni, nem engedél el az öreg Vince. Ezért Hogan elmegy az AWA-be, ahol sztár lesz. Egyébként én tudod, mit csodálkozom? Hogy Austin-t még nem vették elő. Ja, hát. Pláne ebben a hatalmas nagy Me Too kampányban, ami ugye bejött, mert Austin-nak gyakorlatilag bíróság ügye volt családon belüli erőszakból. Igen. Ugye igen. Debrával, igen. És igen. Ott nagy kus van. Jó, hát Flair se vették elő, pedig aztán... Azt se értem, hogy azt én se tudom, szóval az, hogy Flair-t semmilyen szinten nem vették el szexuális zaklatásért, meg semmiért, az, ami elképesztő. Miközben büszkélkedik vele, bazd igen. meg. Tehát... Igen. Konkrétan ugye a könyvben legalább nem tudom hány oldal ilyen. Meg kb. Majdnem mindenkinek a könyvében, ahol van szó Flairről. Igen. Igen. Vagy szerintem Flairről úgy vannak, hogy ez bolond. Ez nem érdekes, ez állandó mesztelen. Nem érdekes. Ez hülye. Adjuk. Meg lehet, hogy ott tényleg ott ugye az, hogy most az öregnek ugye egészségügyi problémái voltak, az mentette meg ezzel, mert meg azt, hogy tényleg az egész bizniszt nem vették elő ebben kapcsolatban. Az, ami a 90-es években ment itt a WWE-ben, szexuális téren az olyan elképesztő, szóval az... Igen, mondjuk ezen a téren is kapura jön az, ami meg most történik. Igen. A csajokkal azért. Valószínűleg azért nem, mert most nagyon kompenzálunk azért, amit a 90-es években csináltunk, igen. Hát meg most arra ért meg igazából rá talán a biznisz. Igen. Mert most arra nőtt föl az a generáció, amivel ezt már meg is lehet ténylegesen csinálni. Ja. Aki abban szocializálódott, és aki fogékony erre. Hunter pedig igazából ezt kiválóan le is vezényelte. Na mindegy. Abszolút. Na mindegy. Én is azt mondom, hogy egy jó ötlet, mert a Hogannek az egy otthon a helye. Persze. Tehát az egyetlen ember, aki kétszer rakta föl a térképre a profi birkózást. Igen. Ja. Na.
nem tudok ebbe vitatkozni. Ez van. Na jó. Akkor átlépünk a fantázia birodalmába szóval megint. Szerint. You wanna know who's next, eh? Oh no! You're next! És akkor most újfent szabadjára engedjük a fantáziát, ahogy azt már belengedtük az adás elején. Az alapfeltevésünk az, hogy alapítunk egy saját birkózó szervezetet. Ehhez szabadon kiválaszthatunk 7 embert a Debrebiből, akit leigazolhatunk, egyetlen feltételnek kell teljesülnie, hogy az illető on-air, tehát televízióban szereplő karakter legyen, vagy ne csinálsuk meg azt, hogy leigazolod Barry Ross Wilson Dunn-t, az egész mandátot csinálják a produktumot. És igazából nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a különbözőségeink mennyire fognak megjelenni. Annyit elmondhatok, hogy mind a ketten előre egymástól függetlenül összegyűjtöttük a neveinket, nem beszéltük meg egymással. Ennek az a fő oka, hogy nem akartuk, hogy menet közben befolyásoljuk egymást a választásainkkal. Tehát most teljesen a semmiből fogunk érkezni, és úgy gondolom, hogy ilyen felváltva toljuk a dolgot. Gyakorlatilag draftolunk, ami vicces egyébként. És lehet, hogy az draftoljuk. Így van. Sokat gondolkoztam, tegnap jöttünk haza a nyaralásból, és így a vonaton gondolkoztam, hogy ki is legyen az, akit number one pickként így kihúzzunk a iszonyat méretű rosterről, amit a WWE így felhalmozott. És úgy gondoltam, hogy jelenleg egy ember van, aki annyival a mezőny fölött van, és annyival egyszerűen rá lehet bízni bármit, amit megcsinál, és gyakorlatilag viszi a hátán az egész szervezetet is, ha kell, az pedig AJ Styles. Egyszerűen nem tudtam... Abban gondoltam, hogy minden szervezetnek kell egy olyan bajnok, akivel tudsz egyrészt reprezentálni, szereti a birkónozó közönség, szereti a laikus közönség, és mellé ugye tényleg ugye azt a presztízst adja meg a szervezet fővének, amit a bajnoktól elvárnál. És jelenleg ez az ember nálam Styles, aki abszolút tényleg így a number one pickem. Nem raktam őket sorrendbe, én legalábbis, tehát azt így hozzáteszem, hogy nálam nem. Nem, csak úgy Styles volt, azért így a number one pick, mert Styles volt az egy név, amit egyből, szóval az aki nem kell gondolkodni. Jó, tehát akkor nálad AJ Styles az első, be lehet írni Bart fihoz. Az én első nevem, amit hozok ehhez, az alapvetően Braun Strowman, akit kiválasztottam. Braun Strowmant azért választottam ki több okból is, az egyik az, hogy fiatal. A másik az, hogy olyan ember, akire fölkapják a tekintetüket, a nézők, a közönség bárhol. Harmadsorban azért, mert mint láthattuk, sokoldalú. Tehát képes a karizmatikusat, a humorosat ugyanúgy hozni, mint a pusztító szörnyeteget, tehát ennél fogva én sokkal többet látok benne, mint egy egyszerű monster karakterben. Tehát én Strowman akár arra is alkalmasnak tartanám, hogy egy cégnek az arca legyen. Mert el tudom küldeni egy beszélgetős műsorba, és nem fog hülyét csinálni magából. És másrészt meg ő egy attrakció. Tehát, hogyha valakire rá kell bökni, és azt mondja az ember, hogy hú, bassz meg ez az ember, akkor a Strowman. És így nálam Strowman, mint a szervezet egyik top arca, a koránál, a potenciájánál és a sokoldalúságánál fogva, valamint az attrakció faktoránál fogva egy teljesen egyértelmű választás. Strowman nincs rajta a listámon. Nekem meg AJ nincs a listámon. Strowman-en gondolkodtam, hogy fölrakom rá, végül nem került fölre. Viszont ugye, ha már van egy bajnokunk, aki fész, akkor kell neki egy ellenpólus, aki tényleg ugye, akár mint üldöző, mint hillüldöző, akár mint hillbajnok viszi a céget, és mellé jönnek a fészüldözők. És úgy gondoltam, hogy jelenleg, akár az egész biznisz nézve, nincs jobb hill Miznél. Mert egyszerűen a Mizre bármit rá tudsz bízni. Rá tudsz bízni egy midcardövet, megcsinálja azt, hogy a kutyát nem érdeklő ICF-ből csinál egy komoly presztízsű övet, amit bárhova elvisz magával, magyaráz vele. Nálam Miz például az, aki ugye így van. Képviseli a céget kifelé a média felé, és mellé meg abszolút meg tudja azt csinálni, hogy akármennyit fejlődött az elmúlt évben, akármennyire kiharcolta a közönség tiszteletét és gyakorlatilag elismerését, mond 3 mondatot, és utána nem tudod nem utálni. Misztív kipikusan az a karakter. Szóval nálam a Face AJ-vel szemben egy heel
Miz a második választás, mert tényleg kell az ellenpólus. Miz az én listámon is rajta van, és valóban, ahogy te is mondod, azért, mert hogyha olyas valakit keresek, aki képviseli a céget, aki meg tudja azt csinálni, hogy kifelé a nagy közönség felé, a mainstream közönség felé bármikor elad minket, és aztán megoldja azt, hogy bejön a ringbe, és ennek ellenére pár pillanat alatt eléri, hogy utálják őt, az egy olyan előadó, akire nekem szükségem van. Ezt egyébként le is írtam akkor, amikor értékeltem a birkózókat a cikkemben, hogy Miz gyakorlatilag olyan magasan van az előadói kvalitások terén, hogy talán a háromba benne lenne, hogyha választanom kellene a WWE-ből embereket. Abszolút. Mert tényleg... Szükségem van arra, hogy eladjon valamit, eladja. Szükségem van arra, hogy hozzon egy jó meccset, lehozza. Szükségem van arra, hogy végigvigyen egy sztorit, végigviszi. És Strowman esetében például nem döntő faktor az, hogy el tudom küldeni valahova, hogy képviselje a céget és nem égeti le magát, az inkább egy plusz a meglévő upside-ja mellé, amit a ringben tud. Mellette viszont Miz az, akit ki tudok rakni, mint a cég teljes idejű publikus arcát. Tehát fantasztikus beszélőkéje van, improvizatív, kreatív, intelligens. És ez egy olyan ember, akire azt gondolom, hogy mindig szükség van. Pláne akkor, hogyha el akarok jutni minél több emberhez azzal, amit csinálok. Tehát hogyha ott van Strowman, akit leteltek valahová, és mert az emberek fölkapják rá a figyelmüket, Miz az, aki lyukat beszél a hasukba, és arra azzal fogják föl, amiért fogják fölkapni a fejüket. Tehát Miz nálam is ott van a listán. Következő pikken sokat gondolkodtam. Az elv az az volt, hogy kell egy olyan ember, akivel a közönség tud azonosulni. Uh-huh. Aki tényleg egy közülük, és nagyon sokáig Johnny Gargano-t szemeztem erre a pozícióra, de úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha nem a második inkarnációt hozom a piknek, gyakorlatilag a terrorrajznak, hanem az eredetit. Szóval én egy nagyon rizikós kiválasztással, egy nagyon-nagyon, ugye gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy nem future-proof a választással, idehoztam Bryant. Mert Bryan az az ember, akivel az egész közönséget tud azonosulni, mert úgy tud birkózni, mint senki a rosteren, azt a smarkok meg fogják zabálni. Mellé ő a szomszéd kis ember, akivel az általános közönséget fog azonosulni, és be fog állni mögé, főleg annak a fajom ízzel szemben, ugye, amit látunk is a SummerSlam felé fölépítve végre, amit elkezdtek. És tényleg úgy gondoltam, hogy a sérüléseivel együtt nagyon rizikós választás, Brian, mert nem tudod, hogy mennyit fog mondjuk birkózni neked, mert lehet, hogy csak fél évet, lehet, hogy 10 évet. Meg az túlzás, de mondjuk lehet, hogy 5 évet fog neked birkózni, nem pedig, de az is lehet, hogy jövő héten megsérül, úgyhogy nem tud tovább birkózni. És Brian is rengeteget fejlődött mikrofonnal az elmúlt időszakban, szóval most már nem csak abban az egy szerepkörben tudod alkalmazni, hogy ő az, akit mondjuk a nagyon méretű ellenfél elnyom, meg a vezetés is elnyom, meg minden, és akkor föláll magáért. Nem, most már Miz ezzel együtt olyan szintre fejlesztették önmagukat, hogy képesek a teljes közönséget mind a ketten szerintem egyébként vagy maguk mellé, vagy a Miz esetében maguk ellen hangolni. Érdekes választás, és most nem tudom, hogy mondjam a saját választásomat egy hasonló szerepkörrel, vagy mondjam a másik olyan férfi birkózót, akit én amúgy ilyen pozícióban más szempont alapján hoztam. De talán mondom az utóbbit. Tehát nálam szempont volt abszolút az a rossz teren, hogy legyen egy olyan birkózom, aki konzisztensen képes arra, hogy mindenkivel képes legyen jó mérkőzést birkózni, tehát bárkivel, aki oda kerülete lenne, legyen az kicsi, legyen az nagy, legyen az akár indie stílusú, legyen az akár entertainment stílusú, és alkalmasint, mert nálam ez valahogy a legtöbb embernél mindig előkerül, futballmenedzserben is olyan vagyok, hogy nem szeretem az egyposztos játékosokat, hanem azokat igazolom mindig, akik minimum 2 poszton tudnak hasonló teljesítményt nyújtani. Szeretem ezt a versatile player-t alapvetően, és nekem ez a harmadik emberem Seth Rollins. Egyszerűen azért, mert bizonyított babyface-ként is, bizonyított heel-ként is. Szintén van némi popkulturális háttere, tehát ő sem veszik el akkor, hogyha bárhol meg kell jelennie. Tett is már lépéseket abba az irányba, még a sérülése előtt, hogy ő szélesebb körben nagyobb név legyen, ami ugye a mostani mezőnyből nagyon kevesekről mondható le, talán pont Miz leszámítva. És ő az az ember, aki elképesztően teherbíró, bárkivel képes jó mérkőzést tolni,
képes maga ellen fordítani a közönséget, képes a maga oldalára állítani a közönséget, és tudom, hogy konzisztensen egy magas teljesítményt fogok viszont látni tőle. Tehát nálam Rollins az az ember, aki úgymond a szervezet abszolút workhorse ebben a tekintetben, és hogy ezt bajnoki pozícióban vagy alacsonyabb szinten bizonyítja, ez szerintem mindegy is. És még egy pont, ami Rollins mellett szólt nálam, az az, hogy ő a múltja miatt jelen pillanatban azt gondolom, hogy a modern mezőnybe beáramló fő rétegnek egy példaképe, olyan, aki tud hatni rájuk, és akiről azt gondolom, hogy a fiataloknak egy tanáraként is tudom használni a fő rosteren. Egyébként nekem is a negyedik pick lett Rollins, egyébként nálam na, is. Akkor pont jól jön ki. Hasonló egyébként a picknek a kiválasztási oka nekem is az, hogy Rollins tipikusan az a workhorse, akire rá tudod bízni a fővet is. Szóval nem egy olyan workhorse, mondjuk, aki elveszik a midcardon. Igen. Aki viszi magával a céget a hátán, de nem tudod magasabb pozícióba fölrakni. Rollinsot föl tudod rakni magasabb pozícióba, bizonyította nagyon magas profilú meccsekben, hogy ő képes helytállni. Én úgy gondolom, hogy Rollinsnak egy valamit kell éreznie ahhoz, hogy ő igazán jól működjön, azt, hogy a cég bízik benne. És szerintem ez a nagy probléma egyébként most egyébként, hogy Rollins azt nem érzi, hogy a sérülése óta megint bíznak benne. Valamilyen szinten legalábbis szerintem ez lett a probléma. És a másik az, hogy egy kicsit ugye én próbáltam Seth-et úgy húzni, hogy Seth nálam a future proof, a jövőbiztosítás, mert azért ha ránézel az első három pickre, azért az nem a jövő. Szóval AJ sem az, Miz úgy félig meddig, de Bryan sem az. Miz még nem idős. Miz nem idős, de azért nem is az, aki a fiatal csikó a lovaldába. És Seth-et hoztam úgy, hogy kell egy fiatalabb tehetség is, de nem akartam nagyon fiatalra menni, szóval tényleg az a, mondjuk, hogy idehozzuk Velvet in Dream-et 20 nem tudom hány évesen, és akkor majd Dream megoldja, hanem tényleg az, akinek megvan hozzá a kellő tapasztalata, de még ugye fiatal, a komolyabb sérülések egyet leszámítva azért elkerülték a jó Lopezt, urat, és Colby Lopezt, igen. És tényleg úgy az, akit minden szerepkörben tudsz alkalmazni, gyakorlatilag a kárd egész hosszában. És arra van szükségem, hogy leüljön videójátékozni, azt is megoldja. Igen, és akkor come on, man! Üvölt artikulálatlanul. No, man! Ez annyira jó pofa volt egyébként, amikor ugye írtam az első cikket, és kiemeltem pont az idén jó teljesítőknél Rollinsot és Lexát, és gondoltam, keresek egy közös képet róluk, valami jót. Erre a Homo Wrestlicusnak az egyik mintapéldáját találtam meg egy olyan púzolással, ez így véletlenül bekerült. Én nagyon nem akartam, de véletlenül bekerült. Jó, akkor jön az én negyedik jelöltem, és egyébként én jelzem, hogy a férfi birkózóknál a mennél kifújtak. Tehát Strowmannél, Miznél és Rollinsnál, akiket leigazoltam. A negyedik jelöltem egy női birkózó, méghozzá egy olyan női birkózó, aki talán az elmúlt évben nyújtott teljesítménye miatt ellentmondásos lehet, de én őt szemeltem ki arra a szerepkörre, nem csak az adásokban, hanem az adáson kívül is, hogy azonosulni tudjanak vele az emberek, ez pedig Bailey. Hmm. Tehát attól eltekintve, hogy a WWE látványosan nem tudott mit kezdeni az ő személyiségével, karakterével a fő rosteren, amivel nincsen egyedül egyébként, a potenciált azt továbbra is ott látom benne, hogy ha valaki képes megszólítani a gyerekeket, valaki képes egy ilyen üdítően normális képet festeni magáról ebben az egész műfajban, és úgymond a megvalósult álmokat úgy képviselni, hogy azért még van shelf life-a, tehát nem azt kell nézni, hogy mikor ér véget a pályafutása, az Bailey. Én úgy gondolom, hogy neki elsősorban talán a te Rollinsos példáthoz hasonlóan a környezetre van szüksége ahhoz, hogy ki tudja hozni magából a maximumot, és például ő kiválóan reagálta le azt annak idején, amikor kivették mellőle a WWE Four Horsewomen többi tagját az NXT-ből, és gyakorlatilag és vinnie kellett a hátán a komplett NXT-s női mezőnyt. Kiválóan reagálta le, képes volt arra, hogy abban a szituációban vezéregyéniségé váljon, és hogyha a nulláról kell elkezdenem építeni a szervezetet ilyen szempontból, akkor szükségem van egy olyan emberre, aki bizonyította azt is, hogy képes egy divíziónak az élére állni, és őket irányba terelni, és közben
a top teljesítményt is hozni, hogy tényleg a teljesítményvel alátámaszt azt, hogy miért van az élen. És persze hát azt nem kell neveznünk, hogy milyen hatással van ő alapvetően a legerősebb pillanataiban a gyerekekre, a fiatalokra. Az az ember, akit hogyha jól használsz, akkor tipikusan jó kedvet támad tőle. És én azt gondolom, hogy benne megvan a kiaknázatlan potenciál, és ezért én őt a kockázat ellenére is, amit a WWE főroszterén láttunk, kiválasztom a saját mezőnyembe. Jó, akkor nálam is van még egy úriember, de az úriember a hetedik pick volt, amikor így válogattam. Nálam is jönnek akkor a csajok, én csak két csajt hoztam nektek. Mégpedig az egyik gyakorlatilag, nem is az, hogy mondjam ezt, hogy nem volt gondolkodás. Szóval így amikor a csajokhoz értem, úgy gondoltam, hogy felezzük az 7-3-ba, vagy nem tudom, mi gondoltam. Valahogy így gondolkoztam hazafelé, akkor két név volt egyébként bennem abszolút, hogy nem is, ez nem is kérdés. Ott van gyakorlatilag Charlotte az egyik, akit gyakorlatilag szerintem megkerülhetetlen. Egy olyan érában, amikor a női birkózás elindult fölfelé mainstream szinten, tegyük hozzá azt, hogy mainstream szinten, gyakorlatilag Charlotte eredményei, Charlotte-nak az egész fejlődési éve, és Charlotte munkamorája egyszerűen megkerülhetetlen. Megmellé a tehetsége is, de hát az meg a gyakorlatilag nem lett kérdés. Mindegyik legjobb ilyenek a lánya vagy. Nem lesz rossz! Ugye, kivéve mondjuk Greg Gagnénak hívnak. Még benne sem volt annyira nagy szám, de mindegy. Szóval nálam Charlotte a csajoknál az első pick, mert egyszerűen tényleg Charlotte az, ami mondjuk a férfiaknál úgy míz, hogy gyakorlatilag bárhova tudom tenni. A kárdon bárhova tudom tenni, faceként, heelként egyaránt. El tudom küldeni bármelyik műsorba, mindenhol imádni fogják Charlotte-ot. Amit a WWE előszeretettel is csinál, ugye? Meg mellé tényleg tud birkózni is olyan szinten, a birkózás minden aspektusában, akár ugye magával tényleg a technikai részével a birkózással, a történetmesélésével a birkózással, a pomolózásával, hogy Charlotte egy olyan all-round birkózó, hogy mindenhova tudod használni, ami mondjuk set nálad. Szóval nálam Charlotte olyan, hogy tényleg, ha kell, akkor nyitó mérkőzés fog birkózni két másik csajjal, és az első legjobb meccse lesz. Ha kell, a midcardon birkózik egy bajnoki címmeccset, ami nem lók ki föl, se fölfelé, se lefelé, de pont az, amit hozni kell. Vagy birkózik egy main eventet a második pozícióban Aszkával. Vagy birkózik egy main eventet bárkivel. És az tényleg main event, nem csak a nevével az. Nekem Charlotte nincs a listámon. Egyébként úgy gondolom, hogy ha majd mindannyian kilöktük a neveinket, majd a végén egy kicsit reflektálunk egymásra, meg a miért igen, miért nem dolgokra, mert most nagyon szétesne tőle az egész. Az ötödik választásom, és egyben a második női birkózó jelöltem, szintén egy potenciálisan kockázatos választás, ő pedig Nia Jax. Bailey mellett Nia is ugye fiatal viszonylag. Szuperző. Óriási fejlődési potenciállal, és egy attrakció. Ja. Tehát Nájában is én elsősorban azt kerestem, amikor próbáltam kiválogatni azt, hogy voltaképpen kit is hozzak, megfordult a fejemben Lexa Nája helyett. Végül elvetettem azt is, ami ugye szintén egy ilyen kockáztatós lépés, de azt gondoltam, hogy itt van nekem Bailey, aki cuki, aranyos, el tudom vinni a gyerekekhez, hogyha náluk kell népszerűsíteni a műsort, tényleg hozza magával ezt az aurát, hogy ő egy hétköznapi lány, és ott van Nia, aki egyfelől tényleg egy attrakció a ringben. Egy domináns őserő tud lenni, aki fizikailag bárkit képes legyalulni. Másrészt viszont neki is van egy olyan oldala, hogy a karaktere sebezhető. A saját múltja, testkép problémái mindene miatt, tehát tudom ezt a karaktert rétegezni. És így amellett, hogy van még egy olyan női birkózóm, akinek szinte végtelen fejlődési potenciája van, jó fejlődési évet mutat, őt is képes vagyok odaállítani az emberek elé, mint valakit, akire fölkapják a fejüket, és aztán képes vagyok, miután felkapták a fejüket, mélyíteni az egészet. És adott esetben többféle formátumban is használni őt nagyon különböző emberek ellen, akár úgy, mint Bailey, akár mint mások ellen, akiknek egy terített asztalt tálalok Nia szemében, akivel dolgozhatnak. Hiszen babyface vagy,
akkor neki mehetsz Nayának, hogy legyőzd a nagy óriást, ami ugye a biznisz történetének az egyik legalapvetőbb pszichológiája. Ha akkor is, hogyha pusztító vagy, akkor is, hogyha törpe vagy. Ha heel vagy, akkor Naya egy élő céltábla, persze, amivel neki mehetsz. És tényleg, ha ennyire szűken mérhetem azt, hogy ki az a kipróbált ember, akit viszonylag kipróbált ember, akit a rosterre rakhatok, akkor én Nayában láttam azt a fajta időtállóságot és sokoldalúságot, amit Bailey mellett ki tudok aknázni. Jó, ő volt az ötödik jelöltem. Hatodik pick. Ha már hoztunk egy csajt a SmackDownról, akkor hozok egy csajt a Raw-ról is. És ugye gyakorlatilag nálam a csajok nem volt gondolkodás abszolút ilyen szempontból. Lexa a másik, mert egyszerűen az elmúlt másfél év, vagy mennyi, nem tudom mennyi ideje van a fő rosteren pontosan, napra pontosan, elképesztő, amit Lexa nevűvel. Olvastam egy-két nagyon komoly backlash-et már felé, hogy a fanok iránt. Ami egyébként azt mondta, hogy nagyon jól működik, mert ugye hírnek ez Lexa a dolga. Lexa kiváló egyébként. És pont ezért hoztam Lexát, az, hogy gyakorlatilag bármilyen csajt oda tudsz rakni mellé, és overré fogja tenni hillként. Ami ugye tudjuk, hogy az egyik legértékesebb dolog a bizniszben, amit bármikor, bárhol tudsz használni. Ha van egy olyan hilled, amit bárki overré tud tenni, nyert ügyed van. Mert akkor tényleg bárkit mellé raksz, abból nagyon sok pénz lesz. És Lexa tipikusan az ember, hogy mellé rakhatod a szuperdominán, szuperpusztító Rondát, mellé rakhatod a lelkileg sebezhető Nayát, mellé rakhatod a szupercuki Bailey-t, mellé rakhatod... Amiből jó szarmecs lett annak. Igen, de... Jó, de most az ilyen töltelék volt akkor. Ja. Mellé rakhatod Charlotte-ot, mert még az sem néz ki hülyén annyira, hogy Charlotte-ot hiteli, mert ha folyamatosan csal. Szóval Lexa ilyen szempontból, ugye... Megint kijön tényleg az, hogy mi hogyan szeret bukkolni nálunk. Ugye nálam a klasszikus booking van. Kell egy heel bajnok, mellé rakunk 63 millió face kívót, aztán majd megyünk vele. És ugye ugyanúgy mondjuk, hogy Mizre rakom az övet, megy mellé Brian, megy mellé Styles, megy mellé stb. Még ez ugye pont az ellentét annak, amit Vince szeret, mert ugye Michaels mondta el róla, hogy igazából ő is, meg a legtöbben azt szeretik, hogyha heel bajnok van, akit a babyface-ek üldöznek, Vince meg azt szereti, amikor babyface bajnok van, és sorra veri meg a kihívóit. Igen. Jó, egyébként ez, én is ezt a fajta bookingot szeretem, amit... És Lexa tényleg az, hogy odaadok neki egy mikrofont, és 3 perc múlva utálni fogod a szívedből. De nagyon! És az nálam mindennél értékesebb ilyen szempontból, mert alapból olyan zsigeri érzéseket fog belőled kiváltani, ami működik. És Lexa működik! Lexa nem azért van az elmúlt egy évből, majdnem a 80, nem tudom hány százalékában, vagy 2 évből nála az öv, hanem azért, mert ezt tudja megcsinálni. Mert beelőzte az egész mezőn gyakorlatilag. Úgyhogy azt hittük, hogy meg fog rohadni az NXT-ben. Igen. Mert gyakorlatilag semmilyen nem volt. Yep. Szóval akkor Lexa nálad a Lexa. Ez a hatodik volt? Igen, vagy? Ez a hatodik volt. Jó, akkor nálam is jön a hatodik, és most ezennel közlöm, hogy én az előző választással a birkózóknak a végére értem. Tehát az utolsó két választásom két non-wrestler, aki szerepel. Az első megint kapni fogok. Szóval a hatodik választásom nem más, mint Michael Cole. Az a helyzet, hogy nekem egy olyan emberre van szükségem a play-by-play vezér kommentátor pozíciójában, ami rendkívül fontos, hiszen függetlenül attól, régen ugye azt mondták, hogy a Birko egy TV biznisz, ma inkább úgy mondanám, hogy a Birko egy képernyő biznisz. Igen. Tök mindegy, hogy milyen képernyőn nézed, a telefonodon, a számítógépeden vagy a televíziódban, ezt egy képernyőre szánt biznisz, és a képernyőn elengedhetetlen a kommentátor. Michael Cole minden szidalom ellenére, ami őt éri, a legjobb, sőt talán az egyetlen olyan kommentátor, aki képes maximálisan megfelelni a 2018-as világ kívánalmainak minden téren. Igen. Ha hype-olni kell valamit, hype-olja. Ha egyszerre 50 dologra kell figyelni, mert 15 szó közösségi médián van, 15 másik dolog történik a ringben, emellett 15 szponzor akarja, hogy elmond az üzenetét, és közben még 15 különböző sztori elem csatlakozik az adott mérkőzésbe, Cole-nak adsz 10 percet, megcsinálja mindet. Persze. És a másik dolog az, hogy ha valaki nem hiszi, hogy Cole tud kiválóan play-by-play-ben szakmailag birkót közvetíteni, nézze meg a UK Championship-et a tavalyi évről, mert hibátlanul lehozta. Izgalmasan, informatívan, igen.
teljesen képben lévően. Michael Cole nekem egy bizalmi posztra kellő ember, aki azon kívül, hogy mindent el tud adni, amit kérek tőle, mindent meg tud csinálni, amit kérek tőle, arra is képes, hogy bárki mást a szárnyai alá vegyen, és megtanítsa erre a szakmára. Mint ahogy egyébként a WWE-ben ilyen pillanatban ez az egyik melója a képernyőn kívül. És ugye ez azért fontos, mert nem véletlen, hogy például Vince McMahon beült kommentálni annak idején, Eric Bischoff is beült kommentálni annak idején. Bevallottan egyikük sem volt a legjobb abban, amit ott csinált, de azért ültek ott, mert ők tudták a legjobban, hogy az általuk promótált termékkel mit akarnak elérni. Cole pedig az az ember, akinek megmondod, hogy mit akarsz elérni, és pontosan azt fogod visszakapni tőle. És éppen ezért nekem Michael Cole a mikrofon mögé kell, hogy eladja ezt az egész szart. Ugye. Na, már akkor jöjjön az utolsó pick. Az utolsó pickre hoztam egy Jolly Joker. Tényleg az ember, akire gyakorlatilag felírt az egy szervezetet. Az elmúlt 16 évben az ebből meg is csinálta. Gyakorlatilag én ide hoztam John Cena-t, mert egyszerűen tényleg kell egy olyan ember, a többiek mellé is, akivel gyakorlatilag az ember azonosítja a pankrációt. Azért aki a 80-as években ez volt Hogan, a 90-es években Hogan és mondjuk Austin, míg a 2000-es években pedig ez Cena. Egyszerűen muszáj ahhoz, hogy meglegyen az érdeklődés a szervezet felé, meglegyen a legitimitása a szervezetnek, kell egy olyan ember, akire rámutat az átlag néző, és igen, ez az ember Pankrátor. Igen, ez kell nekünk. Azért végignézel a listán, azért egyik sem olyan, szóval AJ azért még nem az a nincs azon a szinten ebben. Megy abba az irányba, hogy az emberek azért, az embereknek a tudatában úgy legyen benne, mint ugye a WWE egyik arca, de még nincs ott. 15 év hátrányal indult. Így van, 15 hátrányal indult. Miz akármennyire küzd, akármennyire csinálja, nagyon jól csinálja, amit csinál, nem lesz az ember soha, aki a number one guy. Neki nincs meg hozzá az a hitelessége igazából. Tehát ő mindig is nagybetűs entertainer így marad, van. És nem fogod eladni azt róla, hogy kemény csávó. Így van. Brian a maga személyiségbeli korlátjai miatt soha nem lesz ez. Szóval Brian ez tényleg az, aki inkább szeret birkózni egy kisgatyában, mint hogy tényleg mint pankrátorként szerepeljen akármely torsóban. Seth egy érdekes ilyen szempontból, mert benne megvan a potenciál arra, hogy ő meglegyen, és tényleg képviseld a céget mindenhol, és tényleg azt mondják rá, hogy ő igen, a crossfittel, meg minden szarral, hogy ő képes tényleg mindenben gyakorlatilag ennek a szerepkörnek megfelelni, de neki is a fizikai adottságai miatt egyszerűen nem ez. Jó, változik azért a percepció a birkózóval kapcsolatban, de azért még mindig tényleg az, hogy valaki legyen az, aki rámutatsz, és aha, ő egy birkózó, megmondom, nem is. És Cena tényleg még mindig az. Hiába kifelé áll már a szekérrút, hiába ő már part-time-ban gondolkodik, meg építi a második karrierjét mindenhol. Azért Cena az az ember, aki képes, ha kell, negyed évente birkózni egy olyan meccset, amiről az egész pankrációs világ beszélni fog. És mellé el tudod küldeni mondjuk a Tonight Show-ba bohóckodni. Vagy a Nickelodeon. Vagy a Nickelodeonra, igen. Fú! Ezek után egy kicsit lehet, hogy pironkodva fogom előhozni az én hetedik nevemet, mert így kicsit lehet, hogy underwhelming lesz, úgyhogy te bedobtad a 16-szoros világbajnok John Cena-t ide. Ugye a Jolly Joker a hetedik pickre így. A gépezetbe. Bizonyos értelemben az én emberem is egy Jolly Joker, de teljesen más értelemben. A hetedik választásom, akit hoznék a szervezetbe, drumroll please, Ronnie Young. Igen. És abszolút nem viccelek megint csak. Tehát Ronnie Young, amióta itt van a WWE-ben, egyrészt egy olyasfajta elhivatottságot mutat a termék iránt, amit gyakorlatilag nem hiszem, hogy kívülről érkezett riportertől, on-air kamerától láttunk volna. Cole-tól talán. Igen, valószínűleg Cole-tól. Ronnie Young alapvetően kezdettől fogva elképesztően kényelmesen mozog minden szerepében, amit ráosztanak. Még a kommentátorként is. Független alattól, hogy bár abban a saját meggyőződése szerint nagyon szar. Hát, nem volt mindegyik legjobb kommentátor, de nagyon laza volt Regal. Hi, Mr. Regal. Hi, darling. És ez van, hogy Ronnie kurva laza, tök mindegy, hogy mibe teszed bele.
és ettől minden birkózó kurva laza lesz persze mellette. Tehát, hogyha ott van a backstage interjúban, és teszi fel a kérdéseket, miközben ugye a birkózó pofájában nyomják a kamerát, az alapvetően egy kellemetlen helyzet. Főleg úgy, hogy mondjuk a stáb mögötte ott áll 30-an, két hatalmas reflektor világít a szemedbe közben. Igen. Igen. Viszont ott van René, aki baromira el tudja érni azt, hogy amikor beszélnek vele, mindenki ellazul. Igen. Nézd meg azokat a műsorokat, mint a Talking Smack vagy az Unfiltered. Gyakorlatilag mindegyikben riporterként, műsorvezetőként működött közre, és úgy jött le, mint egy baráti beszélgetés. Igen. Igen. Az összes. Tehát René tipikusan az az ember, aki one of the boys. Teljes igen mértékben. Igen. Olyan szinten elfogadták, és olyan szinten kényelmesen érzik magukat körülötte, hogy ez nagyon sokat érhet. És a másik, amit ugye Baileynél már említettem, és a birkózás mentesség miatt Renénél ez talán még inkább megvan, hogy az előtt, hogy a csaj olyan őrült, meg elmebeteg, amennyire csak lehet. Mutka becsomagoltak magad egy bőrön. Ugye? Ugye? Page-el. De mellette basszus, annyira imádnivaló, persze, hogy nincs olyan demográfiai réteg, aki ha meglátja, akkor ne imádná Renét. Igen. És ez egy instant kapcsolódási pont. És hogyha én abba gondolkodok bele, hogy nekem a top birkózói tapasztalt rétegből kevés emberem van, és mindenki más, aki a rossz terről érkezik, az alapvetően csak zöldebb és tapasztalatlanabb, kurvára kell nekem egy olyan ember, aki a kamera előtt el tudja érni azt, hogy ellazuljanak, és kihozzák magukból a személyiségüket. És René ezt csinálta zseniálisan Brian-nel egyébként a Talking Smack-ben, hogy odaült olyan ember, akiről azt gondoltad, hogy a karizma fekete lyuka, Corbin, és 5 percen belül kijöttek belőle olyan dolgok, hogy lestél, hogy ember, neked van személyiséged? És ezt csak most mondod? Corbin tipikusan ez az ember volt. Igen. Tehát René egy olyan választás nekem, aki el tudja érni azt, hogy a talent mindig kényelmesen érezze magát a kamera előtt, hogy le tudják vetkőzni a gátlásosságukat, a korlátaikat, és azt tudják hozni, akkor is, hogyha nem a kiválasztottak közé tartoznak, hanem egy máshonnan toborzott, máshonnan kinevelt réteg, át tudják adni önmaguk személyiségét a nézőnek és a kamerának. És ehhez nekem tényleg szükségem van arra a fajta non-wrestlerre, aki ezt minimum 5 vagy 6 különböző pozícióban meg tudja csinálni. És hogyha abban gondolkodom, hogy milyen tartalmakat gyártok alkalmasint a kifejezett in-ring tartalmon kívül, akkor az a válaszom, hogy bármi más csinálok, Renét oda teszem. Igen. És az összeset le fogja hozni, és az összeset úgy fogja lehozni, hogy a talent jobban fog kinézni tőle. Éppen ezért nekem ő a 7. választásom. És ezzel minden ketten elmondtuk a 7-7 nevet, és elég érdekes trendekre világít rá. Szokásosra fogalmazunk úgy. Egyrészt még Rönnyre visszacsatolnék egy mondatba, hogy Rönny az most, ami mondjuk a 90-es években volt mondjuk Jim Ross a WWE-nek. Amikor épp nem volt kirúgva, meg nem volt elküldve nyaralni. Hogy tényleg az, amit oda tudtál tenni, egy interjúszegmenset megcsinálni, egy izét megcsinálni, egy komoly bejelentést megcsinálni, és tényleg René nagyon-nagyon fontos asszettje a WWE-nek, akit szerintem elég kevesen vesznek észre egyébként ilyen szempontból. Mert jó végzi a munkáját. Igen, ezt tudjuk, hogy az az ember, aki a mikrofonnal áll a kamerával szemben. Senki nem érted fizet. Így van, soha nem magadat kell overré tenned, hanem azt, aki melletted áll. És senki nem kíváncsi arra, hogy te mit gondolsz, meg mit akarsz. És Ronnie ezzel együtt lett over. Igen, Ronnie ezzel együtt over, igen. Emlékezz a Mizes szegmensére, igen, amikor ugye Ambrose-zal feudolt a jó Miz. Igen. Tökéletesen működött. Ja, na, reflektáljunk egy kicsit a másikra. Ugye az látszik a szokásos kis személyiségben különbség, a doktor szeret rizikósan játszani, én szeretek biztosan menni. Azért az én népsorom azért egy olyan bombabiztos népsor, akire úgy ráraksz bármilyen terhet, az a műsor menni fog magától. Mert össze tudsz rakni egy olyan kárdot ebből a pár népsorból is egy olyan három meccses kárdot, ugye azért van rajta egy AJ Cena-nk, egy Miz Bryan Seth Rollinsunk, meg egy Charlotte Lexánk. Azért az egy olyan... Igen, 3 main event az így szakra megvan. Igen. Amit én próbáltam, az olyan, abban ott erősen foglalkozni kéne a birkózókkal, igen, és kurva sok meló lenne abban, hogy mindenki megvalósítsa a potenciáját. Viszont én meg sokkal inkább néztem azt, hogy
mivel tudom fölkelteni a figyelmet akár kisebb szinten rövid távon, és aztán azt a meglévő esetleg kisebb figyelmet hova tudom építeni később. Mm. És ha megnézed, nem választottam olyan birkózót, kifejezetten established birkózót, aki már máshol így abszolút toparc lett volna, sem pedig olyat, aki a pályafutása vége felé járna, vagy jelentős rizikófaktorral bírna a sérülések szempontjából. Tehát ez nekem például egy szempont volt. És fontos volt például az, hogy a termék eladása szempontjából a ringen kívül is megteremtsem azt a környezetet, ugye Kóllal és Rönével, akire számíthatok. Nálam ott a két embernél volt egyébként kérdés. Miz nem ingod, de a heel pozícióra egy másik ember is eszembe jutott. Még az a Csámpa, aki jelenleg a modern heel iskola példáját teszi le olyan érzelmi alapú reakcióval, amit tényleg évek óta nem láttunk. És nem is az a problémám volt, mint Gargánóval, ha már a két kis mini törpénket idehozzuk. Egyrészt az, hogy törpe mind a kettő, ugye, ami még mindig azért valamilyen szinten hátrány. Másrészt, meg hogy nagy teher alatt nem bizonyított egyik sem. Szóval az, hogy mondjuk, hogy tudod ebben a két emberrel eladni mainstream szinten a terméket, nálam az volt a probléma. Mert hogyha, ugye megint a kreatív és az üzleti szempontokat nézte. Nekem ugye az volt a kiválasztási szempont, hogy ebből tényleg olyat tudjunk csinálni, amit el tudunk adni. És ezzel a hét névvel olyat tudsz csinálni a jelenlegi pakrációban, szerintem a jelenlegi környezetben, amit bárhol, bármikor, bárkinek el tudsz adni. Bizonyos szintig egyébként én is hasonlóan gondolkodtam, tehát nem akartam olyan nevet hozni, ami ilyen szinten kérdéses. Tehát én olyan neveket próbáltam hozni, akiben meglátom a potenciált arra, hogy mainstream szinten el tudom adni a dolgokat, még hogyha nem is feltétlenül rögtön. Ugye AJ-t például azért nem választottam ki a listámra, mert öreg. Tehát, nem, tehát lehet, hogy most a világ legjobb birkózóját megszerzem vele, viszont egyáltalán biztos, hogy 2-3 éven belül tudom őt bármire használni. Daniel Bryan-nál hasonló megfontolásaim voltak, ő ugyan nem öreg, tehát ő Bryan még mindig meglepően fiatal, 36 vagy 37 éves, de ugye rizikófaktor a sérülése miatt, kicsi. Kicsi, igen. És túl van a fénykorán. Alapvetően. Nála is olyan volt, hogy nem láttam benne a hosszú távú befektetést. Charlotte például érdekes szempont miatt maradt ki. Tehát Charlotte vitán felül a világ legjobb női birkózója. Nincs benne appellát az én részemről sem. Period. Egy éve még volt, most már nincs. Most már nincs. Charlotte kicsit nem az, amire én építettem volna termékemet, nem az, amire abban a pozícióban nekem szükségem volt. Charlotte ugyanis kicsit az apja miatt hozza ezt a larger than life gimmicket, és kicsit azt figyeltem meg a Styles Bryan-en kívüli választásaidnál, hogy azért te például erre figyeltél, hogy meglegyen az a vonal színával, Charlotte-tal, még talán Lexát is ide vehetem, és ugye Miz is más módon, de ugye ő is abszolút entertainer vonal, aki azt próbálja képviselni, hogy ő igen kiemelkedik mindig a többiek közül. És én ebbe a pozícióba ugye választottam helyette Bailey-t, aki a teljes ellentéte ennek, aki azt mutatja, hogy egy a nézők közül. Én ez a saját kicsi gondolkodási, bukkolási elvem is, hogy megpróbáltam olyan birkózókat válogatni, akiknek megvan az az oldala, hogy a hétköznapi ember inkább azonosul velük. Mm. Hogy nem annyira tűnnek kirívó ilyen emberfeletti személyiségeknek, még a Strowman iszonyat erős is, de aztán beöltözik a Manu cuccba, és hócu ki. Szóval azokat az embereket próbáltam kiválogatni, amik ugye az én erősségemre, a karakterdrámára, hogy mondják ezt jó szóval? Szóval az egyszerűbb azonosulhatóságra épülnek, és nem akire fölnézek, hanem egy kicsit akire a mai social media korban úgy tekinthetnek az emberek. Milyen influencert hoztál? Hogy mit csinált? Azt a befolyásolót tudom, amit most használunk nagyon sokszor. Igen. Tehát ezt az influencer rendszert próbáltam inkább hozni, és úgy, hogy meglegyenek azok a birkózók, akikre az ember ismeretlenül fölkapja a fejét, de utána az érdeklődés megtartását egy picit azzal céloztam, hogy nekik ez az oldaluk legyen meg. Én nálam inkább ugye az, amit nálam ugye az volt még szempont, hogy
úgy gondoltam, hogy ez a gerinc. Ugye ez, amit mindenképp hozni akarunk. Emellé odaraksz nekem 15 rukit, azt megoldja. Mert ugye van benne AJ 20-valány éves veterán. Annyi még nincs, de lassan közel ahhoz egyébként. Brian 16 éves veterán, szintén. Sina szintén ott van X éve. Ott van Seth, aki szintén veteránnak számít, akármennyire fiatal, mert végigbirkózta az egész életét. Charlotte ilyen szempontból már veteránnak számít, akármennyire későn kezdte. Ilyen szempontból egyedül Lexa Loki, mert ugye Lexa az, aki gyakorlatilag saját terméket, de mindenki, és ugye nem hogy hívják, de abszolút úgy gondoltam, hogy ha van 6 olyan neved, aki tényleg kishújjából képes neked egy olyan meccset hozni bárkivel a világon, aki lehet szuperzöld is, azért gondolj bele, én ugye Dreamen sokáig agyaltam, mert én a Velvet in Dreamet például nagyon nagy future-t látok benne. Nem tudom, hogy mennyire ezt a WWE-ben működni fog, meg mennyire nem, de én abszolút nagy potenciált látok benne. Rajta is gondolkodtam, hogy őt behozzuk ide, mert ő, neki van egy olyan egyedi karaktere, amit például szintén el tudsz küldeni egy hogy hívjákba, egy beszélgetés műsorban. Most képzeld el, hogy Dream karakterben elmegy mondjuk egy Tonight Show-ba, és úgy hivatkozik magára, mint a Velvet in Dream. Az mennyire király! Jimmy Fallon vagy leigazolna a WWE-hez, vagy ott helyben fülbelülné magát. Igen, de most képzeld el, hogy I'm the Velvet in Dream, és ül bakker a kanapén, mint valami iszat menő. Szóval az már ilyen... Nem, így fetreng. Úgy, igen, ilyen... Bulaglik a kanapén. Igen, az már ilyen Flair, Drak, pankrátorként szinten menő. Szóval az tényleg az, szóval... De úgy gondoltam, hogy nem kell, mert ugye ott itt van a 7 veteránom, Lexet leszámítva, 6 veteránom, és belé rakod Dreamet, gondold el azt a meccset, Dreamet AJ-vel, Dreamet Brian-nel, Dreamet Miz-zel, Dreamet Cena-val, hát az valami fantasztikus. És akkor, de tényleg mondjuk oda lehet rakni Ricochet is, Ricochet is az, aki tényleg így, oda rakod AJ-vel, szétugrálják az agyukat még most is. Oda rakod Miz-zel, Miz szétfikázza az indit, meg minden, amit el tudsz képzelni, az milyen. Szóval itt van 6 olyan ember, akivel bárkit oda raksz, és el tudsz mesélni olyan történetet, ami mindenkit leültet a tévé elé. Talán benne van ebben a pakliban az is, hogy már abban, hogy miért ilyen különbözőek a választásaink, én nem szeretek kész játékosokkal dolgozni. Tehát ez a különbség alapvetően szerintem kettőnk közül. Én nem akartam kifejezetten kész játékosokat igazolni, azért, mert a kész játékos az ugyan egyfelől egy tutira vehető siker, ugyanakkor megköti a kezemet. Ez kicsit olyan, mint amikor lásd a Star Wars-ot. Csinálsz, mit tudom én, egy ébredő erőt, ami aztán a full biztonsági játék és full sikeres, még akkor is, hogy ez egy New Hope remake, meg minden, de totál sikeres, és igazából nem túl megosztó. És akkor jön az utolsó Jedik, amitől meg felrobban az egész shitstorm. Mert az nem egy biztonsági játék volt, az nem egy kész játék volt, ott hagytak maguknak mozgásteret, és igen, ezzel kockáztattak. Én viszont mindenben azt szeretem, hogyha van mozgásterem. Tehát én nem akarok egy kész terméket rakni az adásomba a rövid távú haszon érdekében, hanem inkább megpróbálkozom azzal, hogy kockáztatok, és megpróbálom hosszú távon kifutatni az adott projektet. Tehát például nálam Cena ezért nem került szóba, mert ő egy olyan termék, ami ugyan egy bombabiztos termék a birkózásban, viszont ő kifutotta magából a maximumot, és soha a büdös életben nem lesz másmilyen. Hogyha én leigazolom, akkor úgymond azt érem el, hogy Cena eljön részidőbe bohóckodni egy startuphoz. És akkor az igazából nem úgy jön ki, hogy én megszereztem John Cena-t, hanem hogy John Cena már unja az egészet, és eljött ide bohóckodni. Hasonló megfontolásom volt egyébként Ronda Rousey-val, aki nagyon sokat gondolkodtam, hogy berakjam-e a névsorba, mert tényleg hát elképesztő marketing potenciája van. Látszik, hogy alázattal viseltetik a termék iránt, gyorsan tanul, jól teljesít. Viszont ha Ronda Rousey egy komoly marketing ikonként, egy feminista ikonként, egy mainstream sztárként elmegy a mainstream piacvezetőhöz, teljesen rendben van. Hogyha eljön hozzám, akkor alkalmasint annak van egy olyan üzenete,
hogy Ronda Rousey kiégett, és most a pénzére elmegy bohóckodni, vagy egy bolha cirkuszba. És ilyenkor van az, hogy vajon megéri-e az a plusz figyelem. Ha egyébként nem 7 vagy 10 nevet kellett volna választanom, azon Ronda Rousey rajta lett volna, és mondjuk egy növényi Norbert-szerűen megpróbáltam volna extra szemeket vonzani vele, speciális megjelenésként a produktumhoz, de hogy építettem-e volna rá a tervemet, azt nem tudom, látod. Fura, mert én egyébként, amit felhoztál, ugye, akármelyik menedzser játékban, akár kosárlabdával, akár NBA-vel, mi az focival, én általában azt az utat szoktam követni, hogy maximum egy darab beáradott nevet hozunk, tényleg, aki ilyen magas szinten van, ilyen világsztár szinten van, és mellé vagy elhozni nagy ígéretnek kiáltott fiatalokat 24, de inkább 22 év alatt. És akkor egy egész keretet ilyenekből fölépíteni, hogy akkor együtt belenőve akár évtizedre domináljuk az egész bajnokságot. És még ugye a Birkóval úgy gondolkodtam, hogy itt az nem fér bele, hogy most friss cégként idehozzak 7 olyan nevet, aki a karrierje legelején van, és növe mondjuk együtt elérjenek valami olyan státuszt, ami mondjuk 5-10 év múlva beérik. Itt úgy gondolkodtam, hogy nem, itt most az kell nekünk, hogy itt azonnal versenyképesnek kell lenni. Igazság szerint a menedzserjátékokban én is hasonlóan gondolkodom, meg hasonló stratégiát szoktam követni, mint amit te is. Én úgy voltam vele, hogy ha bárkit le tudok igazolni alapvetően a WWE-ből, az azt jelenti, hogy nekem megvannak hozzá az anyagi forrásaim, hogy ezt a bulit finanszírozni tudjam, és adott esetben elviseljem azt, hogyha rövid távon történik valami. Az azonnali siker egyszerűen nem volt szempont, én építkezni gondoltam. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg a kettőnk mentalitása találkozik, vagy ütközik ezen a ponton. Olyan név volt egyébként nálad, ami majdnem fölkerült a listára, tehát mondjuk nem 7, hanem 10 lett volna akkor... Strowman abszolút az, akire úgy gondoltam, hogy úgy építhetsz, hogy megvan az a... Látod azt a lépcsőfokot, ahol ő belőle igazi sztár lesz. Szóval ugye még nem az, de mondjuk egy lépéssel valamit teszel, akkor megvan. Ő az, aki mindenképp ilyen volt, Dream, aki tényleg nálam a future, a business egyik jövője, mert benne megvan az a természetes karizma ezzel a gimmickkel, megvan benne az a atletikusság, amivel tudsz építkezni. Furcsa, hogy soknál nem volt ilyen. Soknál nem is gondolkodtam semmit. Ott tudtam, hogy Charlotte és Lexa is kész. Senki más nem kell a csajok közül. De tényleg abszolút annyira kiemelkedik a két a színből, hogy egyszerűen nem is gondolkodtam rá, hogy Sasha a gondolatvilágomban nincsen már úgy, mint hogy akire fölépítesz egy brandet fölépítesz Sasha-ra. Aztán még lehet, hogy meglep. Soha nem lehet tudni. Nem lehet tudni. De tényleg abszolút, csak nem volt ilyen, de tényleg az a két ember volt, akiben így gondolkodtam, és Joe volt az, aki Cena és Joe volt az a hetedik pick, akin gondolkodtam, hogy még ha a biztonsági pickek sem válnak be, akkor egy bizonyított ember oda a hetedik pickre kell nekem, aki képes bármikor main eventben vinni a hátán a céget, és Cena és Joe volt az, aki fejfej mellett ugye ilyen szempontból állt ott, és akkor végül inkább Cena felé billent el, mert ugye a mainstream ismertség azért oda tette, szóval inkább Cenát választottam Joe fölött. Egyébként nagyon érdekes, hogy még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy rögtön versenyezni kell. Igazság szerint Leti, ez volt a másik olyan dolog, ami rögtön így a mentalitásbeli különbségeinkben előjön, mert ugye automatikusan az volt az első gondolatod, hogy most versenyezni akarsz. Így van. És nekem meg se fordult a fejemben az, hogy most nekem az a perspektívám, az a bevállalt célom, hogy most akkor versenyezek mondjuk a WWE-vel. Én abban kezdtem el gondolkodni, hogy elkezdem a saját brandemnek a sikerét építeni, és leszarom, hogy mit csinál mellett a WWE. Ez a tipikus gondolkodás, hogy különbségünk, igen. Ha nekem kellett volna még plusz neveket mondani, hármat mondjuk, akkor ugye Rousey-t már mondtam, hogy behoztam volna ilyen speciális attrakciónak. Tényleg csak ezzel a céllal, mint ahogy például egy növényi Norbert bekerül egy főmérkőzésbe, így őt is, hogy megmutathassam, hogy ilyet is tudok. És nem azonnal. A második név, akit behoztam volna, továbbra is megyünk a trendek mentén, Baron Corbin.
Corbinban is megvan a potenciál. Baron Corbin ugyanúgy azért, mert ő egy modern heel. Az. Alapvetően ő egy klasszikus modern heel, az a fajta... Klasszikus modern heel. Igen. Az gyönyörű. Klasszikus modern heel, mert abból a szempontból klasszikus heel, hogy olyan, amit csinál, persze, klasszikus a viselkedése, viszont mindezt modernül egy olyan érában, amikor a hílek általában népszerűek, és igen, ő mégis el tudja érni, igen, azt, hogy ő ne legyen az. Igen. Ez most egy gyönyörű oximoron volt, ez a klasszikus, igen, modern azért, híl. Azért. Ezt rakjátok be a doktorizmusok közé. mit akartam mondani? Ja igen, hogy, és ugye Mizzel ellentétben, aki szintén el tudja érni ezt a reakciót, Corbinban benn van a badass faktor. Tehát igen, ő hitelesen tud heel-verő ember is lenni, abszolút, hogyha mert úgy kezel. Mert ugye buzinolj. Igen. És még hasonlózni is kell hozni. Nem, azért adták rá az inget. Ja, igen, nem látszik ki a hasat. Igen, nem látszik a szomorú hasat tőle. Baron, ha az ingen kívül is elkezd látszani a hasat, akkor nagyon bánatosak leszünk. Akkor nem leszel többé konstable. És a harmadik név, akit abszolút nem owner szerepbe, bár egy minimális owner szerepbe is alkalmaznék, és csak azért tudok elhozni az általam vágyott szerepre, mert ugye owner szereplő jelenleg, William Regal. Ő lenne a tizedik, akit abszolút azért hoznék, hogy képes legyen súlyt adni egy ilyen NXT-szerű authority figurként az eseményeknek, aki tényleg csak annyit van jelen, igen, amennyit muszáj, és eközben a háttérben elképesztő tanári munkát tud végezni, igen, és mindenre meg tudja tanítani a fiatalokat, amit kell tudni ebben a bizniszben. Úgyhogy most már plusz 3-at is. Igen, plusz 3-at is kaptatok, igen. Wow! Hát gyerekek, írjátok meg nekünk nyugodtan, hogy ki lenne a ti választásatok, ki lenne az a abszolút 7 birkózó vagy nem birkózó szereplő a WWE-ből, akit a ti vinnétek a saját szervezetetekbe, és persze mondjátok el, hogy mi a véleményetek, mert eléggé éles kontraszt van most a kettőnk között, melyikkel tudtok azonosulni például. Ennyi fért a magyarásba? Ennyi fért a magyarásba. Jó rövid adás lesz, bár annyira nem. De tartalmas. Tartalmas. Szóval mi folytatjuk a tépinget, ti menjetek el nyugodtan pihenni. Tudjátok, hogy mit kell csinálni, majd megy a szalagocska, szóval szerint ugye hol lehet minket támogatni Patreonon, hol lehet hozzászólni a dolgokhoz, akár a kis komment szekcióban, akár a Facebook komment szekcióban, akár a pankráció.com-os csoportban, vagy bárhol minket meg lehet találni. Ugye a doktornak az aszkefemeréje is írhatunk nyugodtan, kérdést általában megválaszolja. A szorítónak is van az kefenje, a szorítótól akartok kérdezni valamit, ami általában ugye azt szokott általában becsúszni az adásba, ha olyat kérdeztek. And... Bízzatok a doktorban! És továbbra is, wrestling is fun! Sziasztok!